ma esti webkonferencia témánk a mellett érintő biológiai programok lesznek, és egy olyan esetbemutatáson keresztül fogjuk ezt tárgyalni, amelyet maga dr. Rikegert Hammer írt le, és nem csak az esetet mutatjuk be, hanem annak a megoldásáról is lesz szó. Nagyon érdekes volt számomra ezt látni, hogy Karesz másodjára is a mellett érintő programokról beszél, most egy teljesen rendhagyó webkonferencia fog következni, már ugyan volt a merről szó, de igyekeztünk még egyszer újra átnézni azokat a programokat, amelyeket egy mell diagnózissal, egy mell problémával diagnosztizált embert érinthet. Nagyon érdekes, hogy mennyi mindent tudunk a mellünkre, illetve az emlő környékére asszociálni, hányféle módon tudjuk megbetegíteni magunkat, és nagyon érdekes volt maga a bejegyzés is, amely arról szólt, hogy 8-ból 1 nőt érint. Én hadd mondjak el annyi műhelytitkot a webkonferencia kezdete előtt, hogy Karesz folyamatosan figyeli az aktuális akadémikus orvoslásból származó híreket, információkat, rengeteg hírlevelet olvas el, ami orvosoknak szóló anyagokat közöl, és megdöbbenve láttuk azt, hogy minden 8. nőt érint ez a program, és mellesleg gyógyítható. Én először is szeretném megköszönni azt a 171 megosztást, ami a Facebookon történt. Ez fantasztikus, hogy mondjam, csapatmunka, és köszönöm mindenkinek a megosztásokat, a hozzászólásokat, természetesen a lájkokat is. Ez azt jelenti, hogy ez az üzenet a mai webkonferenciáról nagyon sok emberhez eljutott, és természetesen mindenki itt van, akit ez érint, vagy akit ez érdekel. És igen, újra elő kellett venni a MEL programot, mert nézegettem a régen egy éve, vagy több mint egy éve leadott MEL webkonferencia anyagot is, és rájöttem, hogy én annál sokkal többet tudnék elmondani, mint amit akkor elmondtam, és szeretném a továbbiakban nem csak ezt, hanem a következő webkonferencia anyagokat is úgy összeállítani, hogy az ne csak a laikusok számára, hanem a szakemberek számára is, hát mondjam azt, hogy élvezhető, és ami nagyon lényeges, érthető anyag legyen, hogy lássuk, hogy mindaz, amit a mai orvos tud a klinikán vagy a rendelőben, az hogyan kapcsolódik össze a germán gyógytudománnyal. Hiszen ugyanazt a beteget nézem én is, és nézi a klinikus is. Csak más-más dolgokat mondom azt, hogy állapítunk meg, és elbeszélünk egymás mellett. Én nagyon szeretnék egy ilyen párbeszédet orvosokkal, ahol ezeket a dolgokat, mondjam azt, hogy baráti légkörben meg lehet beszélni. No, de mi is az a germán gyógytudomány, és mit kell tudjunk dr. Rikegert Hammerről, hát aki már az 5 biológiai természettörvényről szóló előadást megnézte, az természetesen tudja, hogy egy fantasztikus orvos, fizikus, teológus egy személyben is feltaláló, aki már a találmányai után végre biztosítani tudta családjának a megélhetését, és ezekből a jogdíjakból már minden rendben lett volna, csak hogy történt egy döbbenetes, váratlan esemény, egy olyan tragédia, ami mindent megváltoztatott. Ez a tragédia Hammer doktor 19 éves fiának az elvesztése volt. A 19 éves fiú az apja karjai közt halt meg 1978. december 7-én. Nos, a tragédia előzményeiről most nem beszélnék. A lényeg az, hogy 2 hónapon belül Hammer doktor erre daganatot állapított meg, és hát az akkori tudásával akkori ismeretanyagnak és tudásnak megfelelően műtétnek alávetette magát, de se kemó, se sugárkezelést nem vállalt be. Van-e bármilyen összefüggés Hammer doktor Here daganata és a fia elvesztése között? Pont ez volt az a kérdés, amit ő is föltett magának, hogy lennie kell
egy összefüggésnek, hiszen addig teljesen egészséges volt Farmer doktor, és megszállottként kezdte kutatni az összefüggést a lelki megrázkódtatások és a szervi elváltozások közötti kapcsolatban. És első lépésben 200 daganatos beteget vizsgált meg a klinikán, és a Németországban, és természetesen felfedezte elsőként a rák vastörvényét. Azért mondom, hogy rák vastörvénye, mert akkor még nem tudta, hogy ezután még további 4 törvényt is fel fog is fedezni. Azt mondod, hogy több száz beteget vizsgált meg. Ez alatt azt kell érteni, hogy kikérdezte, hogy volt-e valamilyen lelki megrázkódtatása. Pontosan erről van szó. Egy teljesen másfajta anamnézis felvétel, kórelőzmény felvétel történt, az anamnézis kórelőzmény, és rájött arra, hogy minden esetben a daganat megjelenése előtt volt egy váratlan, meglepetésszerű érzelmi konfliktusa a betegnek. Ismerve a rendelői hagyományokat, hogy mennyi idő jut egy páciensre, ez iszonyatos mértékű munka, odafigyelés. Természetesen, hogy munkaidőn túl csinálta Hámer doktor, munkaidőn túl járt a kórházba. A kollégáim már leírták Hámer doktort, mondván, hogy megbolondult, hisz meghalt a fia, és nem lehet vele normálisan beszélni. És amikor előrukkolt az első biológiai természettörvénnyel, és ezt bemutatta az olasz Rai televízió és a Bayeri televízió is, na akkor aztán tudta, hogy a napjai meg vannak számlálva, és innen ki fogják rúgni, ez meg is történt. De hogy megértsük, hogy miről van szó, mert ha megértjük az okot, akkor megértjük a megoldást is. Mindenkivel fognak történni az életben ezután is drámai, tehát váratlan, olyan érzelmi, súlyos érzelmi konfliktusok, amelyek minket úgy élnek, mint derült égből a villámcsapás. Tehát váratlan dologról van szó, nem arról, hogy haldoklik a szeretet hozzátartozom, és aztán egyszer bejelentik, hogy meghalt. Ebben nincsen drámai történet. Erre már fel van az ember készülve, de ami váratlanul, meglepetésszerűen éri, és egy súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, amire mondjam úgy, hogy elakad a hangunk, vagy más szóval, ahogy mondani szoktuk, kötni, nyelni nem tudtam, vagy úgy maradtam, mint a fogorvosnál, szóval vannak erre mindenkinek egy-egy kifejezése. Na ez lesz az, ami, hogyha benne maradunk a konfliktusban, ebben az egészben, és magányosan éljük meg, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítja mindig bennünk a szervi elváltozást. Na ez az, kérem szépen, ami bizonyítja a lélek agyszerv tengelyen történő biológiai változást, ugyanakkor ebből az is következik, hogy az nincs szervi elváltozás lelki megrázkódtatás nélkül. Zárójelben megjegyzem, hogy nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a fizikai világból származó megbetegedés. Tehát a sugárzás, a mérgezés, a hiánybetegség, a balesetek, ezek nem tartoznak ide. Azokat azon a szinten kell megoldani. Ha valakinek eltörik a lába, akkor azt el kell látni természetesen. Ha mérgezése van, akkor meg kell menteni az életét. Szóval itt azokról a dolgokról van szó, amelyekre úgymond eddig nem tudtuk, hogy mi az oka. Vagy kitaláltunk rá multifaktoriális elméletet, hogy nagyon sokféle tényezőtől függ. És akkor a frontoktól, és az időjárástól, és a környezettől, és a tápláléktól, és bármit ide be lehetett fogni, és természetesen a genetikai hátteret, és minden mást, amit hát az orvostudomány keresett, mert valami magyarázatot kell adni a betegnek, hát doktor úr, miért vagyok beteg? Hát ezt teszi fel az ember a rendelőbe a kérdést. Logikus a beteg kérdése, és logikus az elvárása, hogy értelmes választ kapjon rá. Van még egy nagyon fontos dolog, és ezeket úgy hívta Hámer doktor, hogy sinek. Vagyis amikor megtörténik a konfliktus, ebben a pillanatban rögzülnek azok a körülmények, amelyeket akkor mi minden érzékszervünkkel lefényképezünk, illetve még azt is megjegyzi a biológiánk, hogy éppen mit emésztettünk. Lesz például egy veszekedés alatt fogyasztott étel után ne csodálkozunk, ha allergiások leszünk arra az ételre, vagy csak arra az egyfajta vörösborra. Ezek mind esettörténetek. Tehát ennek a sinnek
Nem azért van szerepe, hogy minket szívasson és betegé tegyen, de betegé tesz, ha nem mondjuk fel érzelmileg azt, amit érzelmileg indítottunk el. Mindig emlékeztet arra, hogy gazdám, még itt van egy elvet, egy fel nem oldott konfliktus. És ezek lesznek, ez fogja biztosítani számunkra a krónikus betegségek megjelenését. Mert ha betartanánk azt az egyetlen dolgot, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, akkor ma is lefeküdne mindenki békében, megbocsátással, nyugalommal a lelkében, és onnantól kezdve mindaz, ami ma történt, az a hónapi nap már nem tartana fönt egy értelmes biológiai különprogramot. Az EBK azt jelenti, hogy értelmes biológiai különprogram. Ez egy nagyon nagy felfedezés, és természetesen, amikor erre Hammer doktor rájött, hát álmodott a fiával, és a fia megdicsérte álmában, hogy apa, nagyon ügyes vagy, és nyugodtan merd elmondani. Hát mert doktornak kiment az erő a lábából, mikor rájött a lélek-agyszerv összefüggésére. És a fia biztatta álmában, hogy nyugodtan tegye közzé, mondja el, de tudja róla, hogy még nem fedezett fel mindent, még vannak felfedezni való dolgai. És a lényege még ennek a történetnek, az első biológiai természettörvénynek az, hogy egyetlen valóság mindenkinek a saját megélése. Mindenki el tudja mondani, hogy mi történt. De az, hogy ki mit élt meg abban a történetben, az csak és kizárólag a beteg tudja elmondani. Ezt senki más nem tudhatja. És pont ezért lényeges megjegyeznünk, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem véletlen, hogy ez a weblapnak az alap gondolata és a fő üzenete. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy valójában minden értelmes biológiai program két szakaszban zajlik le a szervezetünkben. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz. Vagy ha a színeket nézzük, van egy hideg fázis, és van egy meleg fázis. Így van? Mi az, ami elindítja ezt az egész programot? Itt van az első függőleges vonalon, a DHS. A fiáról Hammer doktor Dirk Hammer szindrómának nevezte el azt az öt ismérvet, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítson egy szervi választ. Tehát az agyat ebből a történetből nem lehet kihagyni. Tehát a DHS az a drámai, hirtelen történő, súlyosan megrázó konfliktust hordozó történet, amiben benne ragadtam. És ez a probléma, hogy benne ragadtam. És ezt a benne ragadást mutatja ennek a kék szakasznak a hossza, és az érzéseinknek az erejét mutatja ennek a kék szakasznak a magassága. Ez lesz a konfliktus tömeg. Na most természetesen, hogy a megoldás, amikor bekövetkezik, KM konfliktus megoldását jelenti, ezután, a konfliktus megoldása után jelennek meg azok a tünetek, amiket mi már betegségként élünk meg. És ezek a tünetek annál fokozottabbak lesznek, minél tovább, és minél erősebben zajlott a konfliktus aktív szakasz. A konfliktus aktív szakaszban az embernek nincsen betegség tudata, de a biológiánk már is segít megoldani biológiai szinten azt, amit érzelmileg nem tudta megoldani. Hiszen érzelmileg mi van? Még mindig zakatolok, még mindig nem tudok elaludni. Vagy ha elalszom, fölébredek. Nincsen étvágyam, nem eszem, lefogyok. Ketyeg a szívem, persze, hát feszült vagyok, stresszes vagyok, emelkedik a vérnyomásom, eszenciális hipertónia. Minél több ilyen programot indítok, annál magasabb lesz a vérnyomásom. Természetesen minél több megoldatlan konfliktusom van, annál magasabb lesz a vérnyomásom. És természetesen, hogy hormonális szinten a stresszhormonok is besegítenek ezen a szinten. De mindent az agy irányít, és amíg az agy nem nyugszik meg, addig jön a biológiai megoldás. És a biológiai megoldás, mondjam, ahogy a Schuster szokott dolgozni, csak hozott anyagból tud dolgozni, és a biológiánknak milyen van? Sejtjei, amelyek működnek. Tehát nyilvánvaló, hogy a sejtekkel és a működéssel fog a biológiám egy megoldást találni a konfliktus aktív szakaszban, majd a megoldási szakaszban azt, amit átalakított az első lépésben, vissza fogja alakítani. Ez teljesen logikus, normális,
Ésszerű gondolkodás. És hát természetesen, hogy ezt minden esetben is bizonyítja. Nos, a megoldás után, ahogy megoldottuk a konfliktust, jönnek, mondtam, a betegség tünetek. Gyulladás tünetei. Rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár. Vagyis pirosság, duzzanat, melegség, fájdalom, és a működésnek a visszafogottsága. A gyulladásos tünet azt jelenti, hogy víz áramlik be oda, ahol a biológiám rendezi a dolgokat. Megduzzadnak a fájdalmas izületek? Persze. Megduzzad valakinek a foga, ha begyullad a foggyökere? Mármint a foggyökere, a fog nem fog megduzzadni szemmel láthatólag, de a foggyökér, a lágyrészek, igen. És ez fájdalmas, és piros, és meleg, és duzzad, igen. Tehát miért? Azért, mert víz gyülemlik be a szövetekbe. Ezért hívja a Hammer doktor exudatív fázisnak. De ne felejtjük, hogy itt is lélek agyszer szintjén megy végbe minden. Tehát nem csak szöveti szinten, hanem agyi szinten is ödéma van. Pont ez okozza a fejfájást. Ez alatt a betegnek érzett, vagy nevezett időszak alatt. De hála Istennek, jön az epileptoid krízis, ez a felfelé mutató kékszínű nyíl, vagyis megint szimpatikus túlsúlyban lesz a biológián, és kinyomódik a víz, kipréselődik mind az agyi központból, megszűnik az agyi ödéma, mind pedig szervi szinten. Ez azt jelenti, hogy az epileptoid krízis második részében rengeteg vizeletet fogunk üríteni. Többet, mint amennyit megittunk. Ugyanakkor tudni kell, hogy az epileptoid krízis a legdurvább tüneteket mutatja adott szervetnél. Nem megyek bele, hogy még most az egész táblázatba, lásd öt biológiai természettörvény, de természetesen, hogy azért epileptoid krízis, mert epilepsziás görcsroham is van itt, hogyha a beteg egy mozgással kapcsolatos konfliktusát oldja meg. És ez az epilepsziának a lényege. Na most akkor utána jön, az egy ugye egy működésről szól. Itt viszont jön az epileptoid krízis után egy hegesedési fázis, vagyis mindaz, amit a biológiám előkészített. Itt az exudatív fázisban, azt a hegesedési fázisban fogja befejezni. Milyen tünetekkel jár? Megint meleg tüneteim lesznek, de extrém fáradtságot érzek, és ez az extrém fáradtság lehet, hogy olyan fokú, hogy rá vagyok utalva a környezetem segítségére. De ilyenkor nem kéne kétségbe esni. Pontosan tudnom kéne, hogy még néhány nap, és kikerültem az egészből gyógyultan. Ráadásul van segítség. Tessenek megnézni a terápiáról, vagy a gyógyszeres kezelésről szóló webkonferencia előadásokat, mert nagyon részletesen belementünk 10 pontban arra, hogy miért akad el a gyógyulásunk. És a legfontosabb dolog, pontosan ez a három, amit itt felsorolunk, hogy nem oldom meg a konfliktust egy életen át. Természetesen, akkor ez azt jelenti, hogy az állandó stressz teljesen le fog engem meríteni. Ez a temetőbe vezető út. Aztán ott van a policiklikus lefolyás. Ez azt jelenti, hogy a megoldás, mint olyan, beindult, végig is ment, csak hogy nem érzelmi szinten történt a megoldás. Ugye emlékszünk, mondtam az első törvénnyel, az érzelmi szintű, érzelmi megrázkódtatást, azt érzelmileg kell megoldani. Ha nem így van megoldva, akkor a sinek dolgoznak. És itten az a történet van, amikor ritkán kerülünk sírre, és ezért van ideje a programnak mindig elejétől a végéig végigfutni. Ez policiklikus lefolyás, amit a klinikán úgy fognak nevezni, hogy recidiva. A függőgyógyulás viszont, ha megnézzük ezt a képet, láthatjuk, hogy itt ezek a kék szakaszok nem epileptoid krízisek, hanem újabb és újabb konfliktusba való botlások, vagyis a sinek dolgoznak, de túl gyakran jönnek ezek a sinek, ezért a program nem tud kifutni, még el se jut az epileptoid krízisig, már is újra és újra sinre kerülök. Olyan az, mint amikor elakad a lemezjátszón a tűl, aki már még ismeri a Bakelit lemezjátszót, ugye, és tudja jól, hogy akkor ismétli ugyanazt a egyetlen mondatot, ahol elakadt a kő. Na most ez azt jelenti, hogy itt a gyulladásos tünetek fognak dominálni. És akkor, hogy a dolog még szebb legyen, ezek a függő gyógyulások hosszú
szenvedések, ízületi fájdalmak vagy bármik lezajlódhatnak policiklikusan is. Tehát, ha a Hammer doktor tudományos táblázatát vesszük, ahol leírja, hogy mi történik a konfliktus aktív fázisban, leírja, mi történik a megoldás első részében, az epileptoid krízisben és a hegesedési fázisban, abban az esetben, ha végigjutott a program, ez van leírva a Hammer doktor tudományos táblázatában, de a lefolyásnak megfelelően még írhatnánk hozzá nagyon sok mindent, de Hammer doktor ezt a táblázatot orvosoknak írta, és az orvosnak kell legyen annyi alaptudása, hogyha azt mondja valakinek, hogy teszem azt szkleroderma, akkor tudja, be tudja azonosítani például itt a tudományos táblázat és a továbbiak folyamán, hogy milyen szövetek érintettek, tehát milyen konfliktusok okozták. Azt is lehet tudni, hogy ez mondjuk policiklikus lefolyás, függő gyógyulás, konfliktus aktív szakasz. Azt természetesen, hogy lehet tudni. Azt természetes, hogy lehet tudni, mert ha valakinek visszatérő ízületi fájdalmai vannak, akkor az azt jelenti, hogy policiklikus a lefolyás. Vagy allergiája van valamire, az is egy policiklikus lefolyás. Ha valakinek állandósult valamilyen tünete, az már függő gyógyulás. A konfliktus aktív fázisban, hogy jöjjek ide is vissza a meg nem oldott konfliktushoz, nincsenek tüneteink, kivéve néhányat, amelyek fájdalommal járnak. De azok pont azért járnak fájdalommal, hogy oldjuk meg őket. Például angina pectoris. Azt meg kell oldani már a konfliktus aktív fázisban. Ezek szerint gyakorlatilag azt, ahogy mi hétköznapi emberek értjük, szót, betegség. Igen. Igen. Gyakorlatilag a konfliktus aktív szakaszban vagyunk betegek, amikor alig van tünetünk? Hát a valójában akkor vagyunk betegük, és amikor minket betegnek neveznek, mi akkor éppen megoldásban vagyunk. Csak kérdés, hogy a megoldás alatt mit kapunk? Ha olyan gyógyszert kapok, ami leállítja a gyógyulási szakaszt, mondjuk kemoterápiát, akkor természetesen nem tud a daganat meggyógyulni. És mikor vége van a kemoterápiának, akkor újra jelentkeznek a tünetek. És mit mondanak? Kiült a daganat, újabb kemoterápia kell. És ez addig folyik, míg a beteg a sejtek mérgezésébe bele nem hal. Ez szörnyű. Ez szörnyű. Na de, hogy mindenki megértse, hogy ez nem csak egy fikció, nem egy elmélet, nem egy hipotézis, vagyis egy olyan feltevés, amit még senki nem bizonyított, itt a bizonyíték rá, hogy Hammer doktor valós dolgokról beszél. Elárulom, ez a kép volt az, ami engemet is orvosként észhez térített, hiszen embriológiát tanultunk, és erre még emlékeztem. Nagy vonalakban, de természetesen azóta újra tanultam. Itt látjuk baloldalt a három csíralemezt, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, vagyis azt az állapotot, amikor a megtermékenyített petesejt bejutott már a mély üregébe, akkor már ugye szedert csíra állapot, és a beágyazódás előtt három csíralemezzé alakul a szedert csíra állapot. És ez a három csíralemez, itt most keresztmetszeti képben látjuk, mintha három kis tányért tennénk egymásra és elfűrészelnénk középen, a sárga színnel a belső csíralemez, entoderma, a narancssárga színnel a középső csíralemez, mezoderma, a piros színnel pedig az ektoderma vagy külső csíralemezt látjuk ábrázolva, és nyilván a nyilak arra mutatnak, hogy milyen szervek, milyen szövetek fognak kialakulni ezekből a lemezekből. De Hammer doktor ezen a képen azt mutatja meg, hogy az agy és a csíralemezek között milyen összefüggés van. Vagyis azokat a sejteket, amelyek a belső csíralemezből származnak, és a falatot oldják meg számunkra, azt mind az agytörzs vezérli, a legősibb agyi képlet. De nem csak a táplálék falat, hanem minden, ami kell a túléléshez. Mi kell a túléléshez? Azon kívül, hogy táplálékot veszek magamhoz. Nyilván kell a folyadék, a víz, meg kell a levegő. Meg a levegő, pontosan. Ezt minden ember tudja alapszinten, hogy levegő, víz és táplálék nélkül nincs élet. Az űrhajósoknak ezt vinniük kell magukkal, nem? Na most ezeket a úgynevezett falatokat az agytörzs fogja megoldani. Minden esetben a konfliktus aktív szakaszban szaporítjuk a sejteket, ezért van tüdőszövetszaporulat,
ezért van vesegyűjtő csatornában szövetszaporulat, és ezért van a tápcsatornában szövetszaporulat. Majd megoldjuk a megoldási szakaszban, hogy mik a konfliktusok, lásd, több mint 50 webkonferencia anyag fent van a weblapon. Külön mindenről, tápcsatornáról, tüdőről, veséről, stb. A narancssárga színnel jelzett mezodermális sejteket két idegi központ irányítja. Itt látjuk a kisagyat, és ennek már nagy szerepe lesz a mai napon, hiszen a kisagyban találjuk az emlőmirigyet irányító reléket, idegi központokat. Ugyanis az emlőmirigy egy módosult verejtékmirigy, és mint ilyen, az IRHA-hoz tartozik. Az IRHA-nak a feladata támadástól, bemocskoltságtól való védelem biztosítása, nyilván sejtek szaporításával, konfliktus aktív szakaszban, lebontjuk a megoldásban. Ugyancsak a támadás ellen védenek a burkaink, a hashártya, a mellhártya, szívburok. Ők is először szaporodnak, majd lebontáskor, gyulladásos tünetek közepette a felesleges sejtek eltűnnek. Miért? Mert egyetlen sejtet se tartunk meg feleslegesen. Na most itt jön az, hogy a gondozási konfliktus, vagyis amikor túlzásba viszem az aggódást, mindig a tej termelő mirigyhámra fog hatni. A fölötte levő idegi központ, amit itt egy narancssárga kiflinek látunk szagitális metszetben, azokat az érzéseinket fogják, amelyek önleértékelésről, kisebb rendűségi érzésről szólnak. Tehát amikor leírom magam, és azt élem meg, hogy én valamiben nem vagyok elég jó, vagy valamit éppenséggel kaptam egy ilyen kritikát, és én ezt a kritikát magamévá teszem, nem használom a két fülemet, hogy egyiken bemegy, másikon kimegy az ilyen kritika, akkor természetesen, hogy önleértékeléssel önpusztítást fogok végezni, vagyis itt konfliktus aktív szakadban sorvasztom az ide tartozó sejteket, majd a megoldásban építem vissza azért, hogy a megoldás végére szebb, jobb, erősebb legyen, mint volt. Ez az a program, ahol a biológiai értelem nem a konfliktus aktív fázisban, hanem a megoldási szakasz végén fog érvényesülni. Az önleértékelés, tehát önpusztítás, és azokat a sejtjeinket érintik, amelyek a mozgáshoz kötött tevékenységet végzik. Na most a mozgásnak az alapját ugye a csontrendszer adja. A csontokat izületek kötik össze, inak, második. A csontokat izmok mozgatják, harmadik. Az izmokat erek látják el, osztóér, gyűjtőér és nyírokér, ugye? És a plusz energiát az kötőszövet, vagyis zsírszövet adja a szervezetünknek. Tehát ez az ötféle szövettípus az, ami konfliktus aktív szakaszban mindig először fonnyad, sorvad, és vissza fog épülni a megoldás végére. Természetes fájdalommal, vajon miért? Hogy üljünk nyugodtan, mert mozgásszervről van szó, és ha nem fájnának az ízületeink, az izmaink, a csontjaink, akkor képesek lennénk annyit dolgozni, hogy eltörne a csontunk, és elszakadna az izmunk. Nos, a harmadik csiralemez, külső csiralemez, ektoderma sejtjeit, amint látjuk, az agy kéreg irányítja, a kérgirész. És itt találjuk a legbonyolultabb, és a nagyobb összefüggést mutató idegi tevékenységet, hiszen az agykéreg nem csak a sejteknek a számával, hanem a működéssel is képes túlélést biztosítani számunkra. A sejtek számát ő is először lebontja, és aztán visszaépíti. Így van ez az elválasztási konfliktusban, ahogy látjuk itt a piros babánál. Először elbontjuk a felhámnak a sejtjeit elválasztásban, és ezért lép fel hűvösbőr, érzéketlenség, zsibbadás, hogy ne érezzem az elválasztódást ott, ahova én ezt asszociáltam. És a megoldásban jönnek a gyulladásos tünetek, hólyagokkal, egyebek. Nyilván, ha elakad, akkor lesz belőle ekcéma, pikkelysömör, stb. Lásd a bőrről szóló webkonferencia anyagot, akit ez érdekel.
És ugyancsak a sejtek sorvasztásával és azok visszaépítésével foglalkozik a birtok konfliktusok kapcsán. Hát elárulom, hogy a következő héten a birtok konfliktusokat vesszük górcső alá, de csak magasból, mert itt 6-7 webkonferencia anyagot kellett összefoglalni, hogy beleférjen egy esti előadásba úgy, hogy végre lássuk az összefüggéseket még a konstellációk szintjén is. Tehát ez egy nagyon nehéz anyag lesz, de remélem sikerül úgy elmondanom, hogy mind a birtok zónák és működésüket, mind pedig a viselkedés változást is meg tudjam úgy mondani, hogy mindenki számára érthető legyen. Nyilván az akaratlagos mozgások is innen indulnak az agykéregből, illetve minden érzékszervünknek az információja ide érkezik. Ezen a képen a harmadik biológiai természettörvénybe Hammer doktor összefoglalja, hogy sejteket építünk, sejteket bontunk, vagy működést változtatunk a konfliktus aktív szakaszban, a túlélés érdekében. Természetesen itt a sárga színnel azt jelöltük, hogy sejtet építettünk konfliktus aktív szakaszba, akkor természetes, hogy a megoldási szakaszba a pluszba felépített sejteket el fogjuk bontani. Hát normális, mert nem tartunk el felesleges sejteket. Tünetekkel, gyulladással, gennyesedéssel, stb. Az egy másik kérdés. Ha sejteket bontottam a konfliktus aktív szakaszban, akkor természetes, hogy a megoldási szakaszban ezeket a lebontott sejteket vissza fogom építeni. És nyilvánvaló, hogyha a működést változtattam a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldási szakaszban ezt a működést fogom visszaállítani, például ilyen a cukorbetegség, vagy éppen egy mozgással kapcsolatos konfliktusnak a megoldása. A segítőink, a bennünk élő, és még egyszer kihangsúlyozom, a bennünk élő mikroorganizmusok, a bennünk élő gombák, TBC baktériumok, baktériumok és vírusok. És azért a bennünk élők, mert mi szimbiózisban élünk ezekkel a bacillusokkal. Amúgy már bebizonyosodott, hogy 10-szer több baktérium van a testünkben, mint emberi sejt. És nem tudnánk emészteni, ha nem lennének a tápcsatornánkban ott azok a baktériumok, amelyek kellenek a feldolgozáshoz, a felszívódáshoz és a többi. Tehát a bennünk élőkről van szó, és nem mondjuk a tetánuszról. Mert ha valaki földdel szennyezett, sebet fog magának gyártani, akkor igenis ki kell mosni azt a sebet, és védekezni kell a tetánusz ellen. Az ötödik biológiai természettörvény pedig teszi fel a koronát Hammer doktor munkásságára, hiszen ez a megértés törvénye, a quintessencia. Pont arról van szó, hogy minden, ami a szervezetünkben történik, az egy értelmes biológiai különprogram. És ennek az egésznek a sarkalatos pontja pontosan a DHS. Mindig az adott konfliktus fogja eldönteni, hogy mi indul el a szervezetünkbe. És itt minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. És szerintem senki se fogja a túlélésre kitalált biológiai programokat ismeretlennek, rossz indulatúnak, vagy gyógyíthatatlannak nevezni. Mert ilyen betegségek nincsenek. Csak gyógyíthatatlan beteg van. Gyógyíthatatlan betegség nincs. Hadd foglalom egy picit össze, hogy lássuk, hogy jól értem-e. Tehát minden alapismeret nélkül. Igen. Ha azt megjegyzem, hogy a rákvas törvénye az, hogy minden betegséget, tehát az első természettörvény az, hogy minden betegséget megelőz egy érzelmi megrázkódtatás. A második természettörvény, hogy ez két fázisban zajlik le, konfliktus aktív és megoldás szakasz van. A harmadik az azért, mert három csíralemezről beszélünk. Egy, kettő, három. Igen, a piros egy konfliktus, igen, és narancssárga. Narancs, igen. Tehát egy konfliktus, két szakasz.
Három csiralemez, A negyedikben negyedikben. az, hogy négyféle segítség van, gomba, baktérium, baktérium, vírus. Igen. És ez a... Mi jegyezzük meg, hogy a gombabaktérium átmenet a gombák és a baktériumok között, Igen. de ott vannak, igen. Ez egy külön csoport már. Igen. És Az ötödik. az ötödik pedig az, hogy mindennek értelme Hát van. igen, és ez a leggyönyörűbb, akár innen is indulhatnánk, hogy kinézek az ablakon, és rájövök, hogy minden, ami él, az élni akar. Akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet az emlőkkel ebben az esetben, ha ebből a megközelítésből figyeljük az emlőt érintő programokat. Hát, Hol jelenik ez meg például? így van. Tehát mondtam, ugye, hogy az emlőnek az emlő mirigynek a reléje az a kis agyban van. Itt látjuk azt az agyi metszetet a koponyalappal párhuzamosan, amelyen megjelenik a kis agynak is a metszete. Ami fölötte sárga színnel van, az az agytörzsnek a része. De hát látható ezen a metszeti képen, hogy ezen a síkon hátul fog megjelenni a kis agy, előtte pedig az agytörzsnek a képe, természetesen nem ilyen színekben tündökölve, hanem a szürszke különböző árnyalataiban. És azt is meg kell jegyezni, hogy a tapsteszt az a kisagytól kezdve végig, tehát a fehérállomány és a kéreg szintjén is érvényes. És ez egy nagyon, de nagyon lényeges dolog, mert a kezességünk egy életen át megmarad. Ez nem változik. Na most, ha valaki spontán összecsapja a kezét, és a felső keze az... Ezt csináljuk meg, mert lehet, hogy nem tudjuk. Hát de már mindenki látja a képet, tehát most már innen már, hogy mondjam, már irányítva vannak. Rendben, akkor hadd kérjem meg én a kedves hallgatókat, Na. most hunyják be a szemüket. Most vegyem ki a képet. Igen. Tegyék a két kezüket a térdükre, úgyhogy a tenyérrel fölfelé, és csak az egyik kezükkel csapjanak bele a másikba, gondolkodás nélkül. Most! Na most akkor megnézzük, hogy kinek hol a keze. Melyik kéz van felül? Akinek a jobb keze van felül, nyilván az a jobb kezes, akinek a bal keze van felül, az pedig bal kezes, még akkor is, ha a jobb kezével ír, vagy a jobb kezében fogja a kanalat. Különben Réka is jobb kézzel ír, és jobb kezébe tartja a kanalat, de ő balkezes. Biológiailag balkezes. És megjegyzem, az egypetélyű ikreknél az egyik mindig jobbkezes, a másik pedig balkezes. Ez jelenti azt is például, hogy az, aki nem tudja eldönteni, hogy milyen kezes, hogyha nagyon ügyesen használja a bal kezét is bizonyos helyzetekben, én például váltott kézzel tudok akár írni, étkezni, szinte mindent meg tudok jobb kézzel és bal kézzel csinálni. Vannak dolgok, amik csak bal kézzel tudok elvégezni, mert eleve azzal szoktam meg. Azok mind biológiailag balkezesek. És miért fontos ezt tudni? Ez azért nagyon fontos tudni, mert itt fog kiderülni, ha már a mellnél tartunk, hogy kire vonatkozik az aggódása az illető hölgynek. Mert jobbkezes hölgynek a jobboldali tüneteket fog okozni minden, ami a világgal kapcsolatos. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy partner oldal. És itt partner nem csak a férje, hanem nem csak a szomszédja, hanem az apja is, a polgármester, a pap is, meg minden migráns. Jobboldali, jobbkezesnél a partner oldal. Jobb oldalon a partner oldal van. A bal kezénél, vagyis a bal melléhez kapcsolódóan fog megjelenni minden olyan gondozási és elválasztási tünet, ami viszont a gyerekéről, róla, vagy az édesanyjáról szól. Ez a függőleges tenge, ez a genetikai vonal. Tehát anyám, én a gyermekem, jobbkezesnek ez baloldali tünetet okoz, a másik oldal, a kezesség megmutatja, hogy hol van a partner oldal. A balkezesnél tehát a partner oldal baloldali tüneteket fog okozni, és a jobb oldalt fog a balkezesnél megjelenni az anyjával, gyermekével vagy önmagával kapcsolatos tünete. Tehát ha most olyan hölgy hallgatja éppen a webkonferenciát, akinek az egyik mellében van egy csomó, az tudhatja, hogy gondolom én tudja, hogy kivel kapcsolatos az aggódás, az elválasztás vagy fészekvita, mert ezekről lesz szó. És ha már tudja, hogy kihez kötődik, nem az anyjával veszekszik,
nem a gyerekével, hanem a férjével, és hogy vagy a szomszédjával, vagy a főnökével, ha ő jobb kezes, akkor a jobb oldali mellében van a csomó, a bal kezes, a bal oldali mellében van a csomó. Viszont, ha a gyerekével vagy az anyjával van a veszekedés, vagy ő értük aggód, vagy tőlük szakadt el, akkor a jobb kezesnek mindig a bal oldali mellében jelenik meg a csomó, a bal kezesnek meg a jobb oldali mellében. Tehát ebből adódóan most már minden hölgy tudja azt is, hogy milyen kezes, akkor is, ha taps tesznél, esetleg úgy elbizonytalanodott, mert a biológia soha nem hazudik, azt pontosan rámutat arra, hogy melyik oldalon mi van. És ezen a metszeten közelebbről megnézzük, a két oldalt látjuk, a bal és a jobb mellnek a mirigy állományának, tehát a tejtermelő mirigy állományának a reléjét. És tessék kérem szépen megérteni, hogy mivel még kereszteződés is van az idegpályákban, ezért a jobb oldali melle valakinek a bal oldali központba fog Hammeri gócot képezni. Tehát akkor a koponya CT felvételről már lehet tudni, anélkül, hogy a hölgyet lássuk, hogy melyik mellében van a probléma. És amit mondtam, az írha is ide tartozik. Látjuk az írhának ezt a kifliszerű, hosszúkás reléjét itt a kisagy hátsó részén. Annak a két végén van a két emlőnek a reléje, közte pedig jönnek a burkok, ahogy mondtam, mellhártya, hashártya és szívburok. A következő képen szeretném bemutatni, hogy a mell szövettanilag miből áll, és mi irányítja. Még egyszer elismétlem, hogy amit látunk itt mirigy állományként narancsszínnel ábrázolva, az tehát a kisagyi központokhoz tartozik, és ez a mirigy állomány gondozási konfliktus. Mit csinálunk? Konfliktus aktív szakaszban szaporítjuk a mirigyállományt, lebontáskor pedig lebontjuk, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket. És mi lesz ezekkel a sejtekkel? Mennek a kukába? Nem kérem szépen, a nyirokcsomók lesznek azok, amelyek elvezetik a lebontott sejteket, és újra hasznosítják. Ez a biológiai recikling. Hely meg egy pillanatra. Igen. Tehát ebből azt kell érteni, most azért kérdem, hogy lássam, hogy én jól értettem, mert lehet, hogy a hallgatókban is felmerül ugyanez a kérdés. Amikor a nyirokcsomóban mutatkoznak meg duzzanatok, az igen, azt jelenti, hogy éppen gyógyulási szakaszban van valaki, és így van, hogy éppen a szemetet szállítja. Éppen már arról van szó. Hát mivel nagy mennyiségű szövetet kell lebontani, nyilván, hogy nagyobb számú nyirokcsomó érintettség lesz. Tehát ez nem, hogy nem baj, hogy hát ez a nagyon jó, ez a bizonyíték. Ez a bizonyíték a gyógyulásra? Ez a bizonyíték a gyógyulásra. Na most akkor játszunk még, maradjunk ennél a történetnél, jó? Mi van akkor, ha valakinek van egy csomó a mellében, és nincs nyirokcsomó? Két dolog lehetséges. Egy, konfliktus aktív szakaszban van, még nem jutott el a megoldásba, tehát nincs nyirokcsomója. Kettő, egy elmeszesedett, lezárt folyamatról van szó, és azért nincs nyirokcsomó, mert ez már egy régi történet emlékműve. Nem kéne piszkálni, szurkálni, mert ott van egy jól körülhatárolt csomó valakinek a mellében. Drága hölgyeim, ha most már van egy csomó a mellemben, és nincsen nyirokcsomó, akkor tudom, hogy hát én közben teljesen nyugodt vagyok, csak attól vagyok izgult, mondjam azt, hogy stresszes állapotban, mert találtam egy csomót a mellemben, és ja Istenem, mi lesz velem? Tehát ez tessenek tisztázni. Ha nincsen aggódás, elválasztódás, fészekvita, konfliktus, akkor semmi probléma nincs. Azt mondtam, hogy fészekvita, konfliktus. A fészekvita is a kötőszövetes állományát és a mirigy állományát érinti. Az emlőnek ezeket fogják fibroadenomáknak nevezni. És természetesen, hogy ezek is először növekednek, aztán lesznek bontva, és a nyirokcsomó elszállítja a dolgokat. No de, van itt egy piros színnel jelölve a tejcsatorna, ugye? A tej kivezető csatorna azért piros színű, mert ennek a bélése, épp úgy, mint a külső bőr, ektodermális eredetű,
És láthatjuk itt, hogy az érző központ az, a szenzoros, itt írja, hogy szenzoros kéreg, piros színnel jelölve, az agykéregnek ez a része az, ami vezérli az itt lévő sejteknek a bontását, konfliktus aktív szakaszban, megoldásban pedig a visszaépítését. A harmadik központ, amiről beszélnünk kell, az pontosan a fehérállomány központja, mert ugye ide tartoznak a csontok, mint ilyen ide tartoznak a bordák. És hányszor mondják azt, hogy borda áttét van. Kérem szépen, áttétek nincsenek, mert nincsenek migráns sejtek a szervezetünkben, ha lennének, biztos dróthálók is lennének a szervezetünkben, drótkerítések, de ilyen nincsen. Mert semmi, de semmi kapcsolat nincsen, például a prostatasejt elvándorlása a csigolyákba című történetben. Ez egy biológiai képtelenség. Azok a sejtek, amelyek egy csíralemezből származnak, egy életen át azt a működést fogják végezni. Egyedüli vándorló sejtjeink az, ami a véráramban van benne. De véráramban még nem mutatta ki daganatos sejteket. Most a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy önleértékelés, önpusztítás, és ha valakinek csonkítják a mellét, és a legsúlyosabb önleértékelést éri meg azon a területen, ahol őt megcsonkították, nyilvánvaló, hogy az alatta levő bordák fognak sorvadni konfliktus aktív szakaszban. Kérdezem, hogy szándékosan használod ezt a csonkítás szót? Tehát igen. Pontosan ez az az érzés, amit a mellműtét után hát nő megélhet? Ez hogy... nyilván, hogy egy nő jobban el tudja mondani, hogy mit jelent a számára egy mellműtét, vagy hogyha valami történik a mellével, mert mondjuk lehet, hogy csak egy masztitisz, egy gyulladása volt, és hát van egy sebb a mellén, és már elcsúfítva érzi az egészet. Tehát ezek a megélések természetesen úgy hatnak ránk. Visszatérve a csonkításra, mert ez úgy, hogy azt gondolom, hogy minden nőtársamat érinthet. Abban a pillanatban, amikor egy mellem végrehajtott műtét után csonkának, hiányosnak, részlegesnek élem meg ezt a történetet, hogy igen. Az már ott nincs. És nem annak örülök, hogy esetleg túléltem, hogy megszabadultam a rákon. Esetleg ettől a történettől más módon váltam meg ettől a mellett érintő programtól, hanem csonkának fogyatékkal, handicappel tekintek rá, ez jelenti a mellkast érintő önleértékelést, amiről a borda áttét így van. Népmese igen, szól. Pontosan, ezt nagyon jól megfogalmaztad. Ez pontosan így van, hiszen 1970-ben, most nem jut eszembe a kollega neve, már javasolta, hogy a nőknek a mellét nem kéne levágni a műtét során, hanem csak azt a daganatos részt kivenni, ami érintett. Akkor, hát, hogy is mondjam, kinevezték bolondnak. És mit ad Isten, most már ott tartunk, hogy azért igyekeznek adott esetben a mellett emlő megtartó műtétet végezni. Vagy, ha csonkolták, akkor eleve már úgy, abban olyan műtéti technikát alkalmaznak, hogy lehessen ezt rekonstruálni egy ilyen plasztikai sebészeti műtétel. Nyilván nem ez lenne a cél, hogy ebbe műtéti beavatkozás hát természetesen, legyen, tehát hogy a lényeg az lenne, hogy ezt még abban a fázisban elcsípni, felismerni és megoldani, amikor ez még nem ilyen drasztikus méreteket ölt. Rendben, nézzük meg, hogy történik ez az állatvilágban. Mert ugye, ha a gazdának megellik a tehene, akkor mit csinál a borját? Elviszi, elszakítja az anyjától, a tehénmamától, nevezük őt, mit tudom én, mancinak, és ebből adódóan, az elválasztásból adódóan tágulnak az emlő kivezető csatornái a tehénnek, és még több tejet fog adni, mintha a kicsi ott szopna. De jut tej a gazdának, és jut tej a borjúnak is. 4 hónap múlva a borját visszaengedi a gazda az anyához, és mi történik? Megtörténik a csoda. Úgy hívják, hogy negyedes gyulladás. Az állatorvosok nagyon jól ismerik, hogy ugye a 4 ujjas kesztyűnek az egyik ujja begyullad.
És kérdeztem a kollégát, hogy és mit csináltok ilyenkor a tehenekkel? Levágjátok? Szóval hülye vagy? Hát mondom, kemót nem kap a tehén. Hát elvégre ugyancsak egy elválasztási konfliktust oldott meg, és van egy tejcsatorna kivezető gyulladása, megoldási szakaszban. Nem, kérem szépen, borogatják, és azon is segítenek ugye a tej kifejésével, persze nyilván nem gépileg, hanem kézileg és finoman, és utána ez az egész folyamat befejeződik. Tehát egyezünk meg, amit Hammer doktor elmond, az nem csak az emberekre, hanem az állatokra, sőt a növényekre is érvényes. Itt valami nagyon nagy dologról van szó. De nézzük akkor egyenként az egyes sejteket, és menjünk le oda, hogy ez mit jelent. Ugye a tejmirigyekről kezdtem beszélni, most már mindenki remélem megjegyezte, hogy a kisagy két oldalán levő idegi központ az, ami vezérli ezeknek a mirigyeknek a túltermelését konfliktus aktív szakaszban, mert megéltem egy túlzott méretű, túl hosszú idejű, nagyon erős aggódást. Vagy veszekedés konfliktus, anya-gyerek partner oldal, fészekvita konfliktus, ezek a dolgok mind azok, amelyek a tejmirigy állományát érintik, és a körülötte levő kötőszövetet, mert nyilvánvaló, hogy amit itten fehér színnel láttunk, az nem üres. A női emlő mirigy állománya a hölgyeknél nagyjából egyforma, csak a kötőszövet, zsírszövet, ami körülveszi, az nem ugyanakkora. Szóval, hogy megértsük ezt a dolgot, amikor beindul a szöveti szaporulat ezekben a mirigyekben, akkor egy adenoid mellkarcinóma növekszik, melláknak nevezik, és hát ez annál nagyobb, minél nagyobb a konfliktus tömeg. Ezt lobuláris karcinómának fogja diagnosztizálni szövettanilag a szövettanász hisztopatológus. A megoldás után leáll a tumornak a további növekedése, és beindul kétféle dolog, vagy egy biológiai gyógyulás, vagy egy nem biológiai gyógyulás. A biológiai gyógyulás azt jelenti, hogy a felesleges sejtek elsajtosodnak, ha vannak bennünk megfelelő, hát segítők, TBC baktériumok. Ja, persze, hát azzal kezdődik az életünk, hogy beoltanak TBC ellen, de ettől függetlenül az élet folyamán még újra képesek vagyunk ezeket a baktériumokat beszerezni, illetve saját erőből kitermelni. A mikobaktériumok, TBC baktériumok azok, amelyek lebontják a felesleges sejteket, mit mondtam, a nyirokrendszer vezeti el, és a helyén pedig hát kaverna fog maradni, illetve hogyha a felszínre tör, akkor ilyen bűzös, gennyes seb lesz már a bőr felszínére kitörve. De ne feledjük, hogy mivel kisagyi programról van szó, itt éjszakai nagyon komoly izzadás van a konfliktus megoldása után. Ha nem biológiai a történet megoldása, akkor azt jelenti, hogy a csomó betokosodik és ott marad. Tehát erről beszéltem, hogy ez csak egy emlékmű. És adenózis szklerotizánsz lesz a szövettani vizsgálatnak az eredménye, és persze nézegetik a sejtek arányát, hogy ez vagy az, de a beteg tudja, hogy mikor élte meg a konfliktusát, azt is tudja, hogy kivel kapcsolatosan, tehát itt gyakorlatilag ezzel a konfliktussal kell kezdeni valamit, ezt nem kell újra elindítani ahhoz, hogy különben meg elfér az a csomó a mellben, én meg vagyok győződve róla, hogy rengeteg nőnek van csomó a mellében, csak éppenséggel már tudja, hogy emiatt nem kell aggódnia. Nagyon lényeges az, hogy amikor a gyógyulási szakasz megtörténik, akkor figyeljünk oda, hogy fehérje, dús táplálékra van szükségünk. Nem diétázunk, kérem szépen, a gyógyulási szakasz alatt. Nem a vonalainkat akarjuk megőrizni, hanem akkor enni kell. És nagyon jó minőségű élelmet, pontosan azért, hogy legyen elegendő fehérjéje a szervezetünknek a gyógyulásba. Ha viszont az egész történetet magányosan, elszigetelten élem meg, mert szétrobbantam ellen, és most már mindenki elfordult tőlem, és ez a magányosság mit fog csinálni? Lásd veséről szóló előadás,
Vesegyűjtő csatorna szindróma indul be, ezt hívja Hammer doktor egyszerűen csak szindrómának, és ez lesz az, ami a történetet természetesen megnehezíti, és még súlyosabbá teszi, mint ahogyan volt. Bocsánat, itt az előbb félrekattintottam. Nem volt véletlen ez a félrekattintás, mert ha elolvassuk, mit ír a fólián, a konfliktus mellett féltés, aggódás, vagy veszekedés, konfliktus, hogy vajon, ha most egy szavazást indítanánk, és megkérném azoknak a hölgyek, nőtársaimnak az aktív közreműködését, hogy emelje fel az a kezét az a nő, aki életében már valamikor valakit féltett, aggódott az életéért, a boldogulásáért, hogyan tanul, mi lesz ezzel a gyerekkel, mi lesz ezzel az emberrel, ha így halad, mi lesz így velünk, történet. Illetve azok a veszekedések, hangosabb ajtóbezárásuk, amelyek néha kapcsolatainkat kísérik. Nem aggódunk emiatt. Hát maga a veszekedés is hozhat egy aggódást, hogyha ez így halad, szét fogunk menni, a kapcsolatunk megromlik. Mi lesz a gyerekkel így? Hogy nevelem fel apa nélkül? És itt van a mindkét mellett érintő így folyamatos van. Program, tehát az egyikért aggódom, a másikkal veszekszem, és... Pontosan, és mind a két mellem érintett. Hát itt most nem tudom megmondani, hogy a 216 jelenlevőből hány hölgy van jelen, de szerintem a hölgyek legalább kétharmad arányban itt vannak. És legalább ennyi arányban jelentkeztek. Igen, de... mert ez egy alapvető női érzés, nem, Réka? Ez egy alapvető női érzés, csak nem mindegy, ebben, ebben az állapotban, folyamatos aggódásban, féltésben, táplálási vágyban, hogy egyél lelkem, legyél erős, ne kelljen érted aggódnom. Ne kelljen érted aggódnom. Gyakorlatilag nagyon jó, ezért igen. Vetetjük ennyire igen, a gyerekeinket. Tehát azért ebben az aggódásban az etetés körüli történet is benne van, hogy túlélje, hogy biztosítsam azt, hogy mindene megvan ennek a gyereknek. Igen, de olyat is hallottam, hogy vigyázz magadra, mert mi lesz velem, ha veled valami történik. Hát igen, ez is egy másik megközelítése annak a dolognak, amit szeretetnek hívunk. Hát ezt csak annak nevezik, de ez nem az. Hát igen, de gondoljunk csak bele, hogyha az hétköznapjainkat az aggódás tölti ki, mert előbb aggódom a gyerekemért, aztán rájövök, hogy van egy csomó a mellemben, már aggódok önmagamért. Ez az. Ki fogja ápolni a beteg anyámat, már aggódom anyámért. Ez már három csomó ugyanabban a mellben. Gyerekem, magam és az anyám. És hogyha megengedett, hogy befejezem a mondatot, akkor ezzel a helyzettel általában a nők nagyon sokáig egyedül vannak, hogy mondjam én ezt el. Hogy mit találtam. Aztán nagyon sokszor a germánygyógytudományt nem ismerő családtagok megpróbálják mindenféle csodaszerrel, módszerrel, specialistával ezt kikuráltatni, mert igen, ugye mi lesz velünk nélkül, ha te meghalsz. Ez is ugyanez a nagy szeretetnek a igen, megnyilvánulása. És elkezdődnek a viták, veszekedések, hogy már pedig te bemész kemóra, már pedig ez így lesz, már pedig meddig akarsz így maradni, miért nem gyógyultál még meg, hallgattad ezt a webkonferenciát, és reggelre még mindig ott volt a csomó. Igen. Valahogy ilyen instant csodát várunk a biológiának. Igen, ezt így a Hammer doktor autószerelő történetnek, hogy azt hiszük, hogy ha ezt megértette valaki, akkor másnapra egy csettintés is meggyógyul. Igen, de hogy maga a helyzet is fent tudja ezt tartani, és erre szeretném a nőtársaimat megkérni, hogy ezeket a programokat naívbe kerüljük ki. Igen. Tehát, hogy ismerjük meg a germán gyógytudomány, jöjjünk rá arra, hogy a féltésünkkel eddig még nem oldottunk meg semmit, az aggódásunkkal csak ártottunk magunknak és igen, a környezetnek, igen, és ez a folyamatos féltés, aggódás szorongásos állapotot hoz létre, amiből előbb-utóbb veszekedés lesz, mert egy folyamatos pánikban élő emberrel azért nagyon nehéz együtt élni, igen, és maga a konfliktus helyzet is egy újabb ilyen lehetőségre ad
szinteret vagy lehetőséget, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk oda akkor, hogyha már van egy csomó a mellünkben, Igen. hogy erre hogyan reagálunk, és itt a nem biológiai gyógyulásra is szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni. Igen. Engem ez személyesen is Igen, érint mondd el. ez a történet, nekem is van egy ilyen betokozódott csomóm, amit én nagyon nagy szeretettel viselek és hordok. Érdekes történet az, hogy nagyon sokszor a vékonytűs Igen. mintavételnél vevődik ez észre, mert ugye persze rögtön mintát kell belőle venni, és azonnal meg akarják mindenképpen szúrni, Igen, hogy mi hogy mi van van benne. Na, vele. ilyenkor gyakran előfordul az, hogy nem ez az adenózis, sklerotizálás diagnózis jön, Így van. hanem azt mondják, hogy vagy nincs elég mintavétel, nem volt elég sejt, minta, sejt a mintában. Igen, köszönöm, Igen. és ezt meg kell ismételni vastagtűvel. Igen. Ez semmi más nem jelent, csak az, hogy nem tudták, hál' Istennek, ezt átszúrni. Átszúrni, el van messze sebe. Mert el van messze sebe. Ez egy fantasztikus lehetőség. Ezt tényleg úgy képzeljük el, mint egy messzes csomót, mint az elrontott rántásban a göböt, hogy az ott marad. Bocsánat, házsászként próbálom mindenkinek képletesen elmagyarázni, vagy látunk ilyen táblákat a falon, hogy itt élt és alkotott valamilyen Igen. nagy ember. Hát Igen. ez egy ugyanilyen emlékmű, hogy itt ettől eddig aggódás történt, vagy vita történt. Ezzel semmi további dolog nincs. Ezt nem kell piszkálni, nézegetni, szurkálgatni, Isten nem fog őriz. Szóródni, nem fog áttétet okozni. Ez nagyon szépen köszöni. Jól Ott van, jól van. Ez a szexepilünk, ez egy kuriózum, ez Igen. egy plusz alkatrész. Próbáljunk valahogy úgy erre gondolni, hogy ne töltsön el aggodalommal ennek a jelenléte bennünket, Így van. Mert teljes mértékben ellátja ez a mell a funkcióját, ugyanúgy lehet vele szoptatni, mint nélküle. Természetesen. Semmilyen extra, különös történetet nem fog ez a biológiánkra veszélyt jelenteni, és én hadd mondjam el, hogy nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez a csomó megmaradt, Így van. Mert ez az egyik legáldásosabb állapot a biológiának az, hogy nincs elbontás, és nem kell végig nyüstölni a gyulladásos szakasz, igen. A gyulladásos gyógyulási szakasz, tehát ezek a mázlista kategóriák, tehát hölgyeim, én most nagyon kérem önöket, hogy simogassák meg azt a mellüket, amiben van ez a messzes csomó, mert az, akinek van ilyenje, az a mázlista kategória. Tehát egyszerűen megoldotta úgy az egész történetet, ahogy ön számára a legkevesebb kínnal, vagy fájdalommal, vagy panasszal járt. Tehát ezt a csomót, ezt tessék megszeretgetni. Ez a mi szerencse csomónk. Igen. Ez a mi négy levelű lóhelyünk. Örülünk neki, szeretné ezt az örömet átadni. Így van. És nem piszkálgatni, nem nyomogatni, nem folyamatosan nézegetni, mert ez a mi szerencsénknek a konkrét bizonyítéka. És nagyon fontos tudni azt, hogy ezzel már egyszer megküzdött a biológiánk. Talán nem kellene folyamatosan ugyanazt a feladatot adni neki. Hát ez az. És két nagyon fontos dolgot mondtál el. Az egyik pont ez volt, hogy megtanított engem arra, hogy fejezzem be az aggódást, és a másik a megoldás, hogy örüljek annak, hogy ott van, hogy jól működik a biológiám, és tudatosítsam azt, hogy még se aggódással, se bosszankodással senki a világon nem oldott meg senki semmit. Megint megkérem a közönséget, hogy ha valakinek ez mégis úgy van, hogy addig aggódott, míg meg nem oldott valamit, akkor ezt a fórum alatt legyen szíves, írja meg. Igen. Többen is kérdezték tőlem, hogy nem zavar ez a csomó. Igen, mert már több nő látta, mint férfi. Igen. Rendszerint az ilyen esetekben, amikor valaki nagyon kétségbe van esve, akkor hölgy hallgatóknak, tanfolyami hallgatóknak ezt megmutatom, tehát
Még mostból az gyakran ilyen cici mutogató helyszín, és szeretném ennek a nyugalmát és ennek a bizalmát átadni minden nőtársamnak. Az érdekes tapasztalatom is, bocsánat, hogy még egy gondolatot hadd fűzzek ide, hogy nagyon sokszor, amikor ennek a lehetőségét felkínálom, rémületet látok a nőtársaim arcán. Egy Látom. félelmet, hogy ja Istenem, de ez neked nem fáj, de hozzá szabad, és ilyen mímes tojásszerűen, és nem győzöm mondani, hogy ez, kérlek, ott van, olyan, mint egy anyajegy, mint egy sepphely, amikor elvágjuk a kezünket, akkor ott marad egy heg. Ez semmi dolog nincs, ezt nem kell túl misztifikálni, és nem kell akkora félelmet hozzátenni, mert pontosan ez a féltés aggódás fogja az újabb és újabb konfliktusoknak a helyét előkészíteni. Mert a mellemnek teljesen mindegy, hogy miért aggódok, reagálni fog. Reagálni fog. Illetve lélek, agyszerv szinten. Mindig jön az aggódás miatt, vagy az egyik, vagy a másik mellben egy szöveti szaporulat. Na de nézzük meg azt, hogy mi van akkor, ha elválasztási konfliktust élek meg. Ugye az előbb elmondtam, hogy a kisborjút elszakították a bocitól, és elválasztási konfliktusként mit csinál? A tejkivezető csatornákat, amit itt piros színnel látunk ábrázolva, Hammer doktor rajzát mutatom természetesen, ezek sorvadnak belül a nyálkahártya, ezáltal a cső átmérője nagyobb lesz, és több tej tud ugye kifolyni. Ez a biológiai értelme. Annak az elválasztásnak, amit hogyan éltem meg? Hát, hogy elszakították tőlem a mellemtől, tehát a mellemre vonatkoztatott elszakítási konfliktus. Nem tudom megölelni a gyermekemet. Elszakadt tőlem az anyám, vagy bárki, aki szeretett lényről van szó. Ez a tejcsatorna fekély, amit ugye hát suma latin szavakkal intraduktális karcinómának fognak nevezni, ez fennáll, ugye ezzel együtt egy érzéketlenség, szenzorikus fekélyt, azt jelenti, itt szó szerint Hammer doktor szövegét idézem, azért ilyen magyarázatra szoruló laikusok számára, nyilván orvos ezt csipőből érti, tehát amikor megtörténik az elválasztási konfliktus és beindul a sejtek sorvadása, ugyanakkor érzéketlenség is lép fel. Ezért hívja Hammer doktor szenzorikus fekélynek, mert a fekéllyel együtt érzéketlen lesz. Lehet, hogy a nőnek a mellbimbója a konfliktus aktív szakaszban érzéketlen lesz. És ez a mellnek egészen a külső bőréig is kiterjedhet ez az érzéketlenség, a bimbó udvarig, amikor itt zsibbat a bőr. De a megoldás után, kérem szépen, ez a helyzet megfordul, és beindul ezeknek a területeknek a duzzanata. És visszatér az érzékenység. Egy nagyon kellemetlen érzés lesz a tejcsatornákban, és fokozott érzékenység, ez a hiperesztézia azt jelenti, hogy fokozott érzékenység lép föl. És természetesen a legjobb dolog az, hogyha képes a váladék, a sebb váladék kijutni ezen a csövön. Ez akkor nyilvánvaló, hogy egy sebb váladék lesz, egy barnás, egy bűzös valami, népiesen boszorkánytejnek szokták nevezni egyes helyeken, de ez a legjobb hír, kedves hölgyeim, hogy valahogy megoldottam egy elválasztási konfliktust, és most jön a sebb váladék ki, és nem robban be a mellem, mert ha nem tud kijönni, nyilván a sebb váladék össze fog gyűlni, és ez fog egy duzzanatot okozni nekem a megoldási szakaszban. Tehát, ha duzzadt a mellem, megint csak a beteg tudja megmondani, hogy elválasztási konfliktusa van, vagy gondozási aggódása van. Mert ugye az aggódás az a konfliktus aktív szakaszban nő, az elválasztási konfliktus viszont a megoldási fázisban okozhat egy duzzanatot a mellben. De milyen érzés ez, amikor a tejcsatornáknak épül vissza megoldási szakaszban a nyálkahártyája? Hát ezt úgy tudnánk lefordítani, mint hogyha 1000 tüzes hangya meckelne a mellünkön belül, és én nagyon banálisan, és megint csak háziasszony módon úgy tudnám lefordítani, mint hogyha egy üvegmosót húzkálnának
a mellünkön belül. Az, aki ilyet érzett, az tudja, hogy ez milyen kellemetlen érzés. A legkellemetlenebb ebben, tehát ez a legrosszabb, ami történhet állapot, az, hogy borzasztóan viszket. Igen. Nyilván, amikor hozzáérünk, akkor meg azonnal fáj. Tehát, hogy ez a faramúci helyzet, hogy úgy szeretnénk valamivel valahogy oda nyúlni, benyúlni, és ott egy kicsit megvakarni, mert ez egy belül égő, viszkető érzést ad, és ennek a lefolyása, ez gyakorlatilag a magányosságunk függvénye, hogy ezt mennyire magányosan és mélyen tudjuk megélni, hiszen az ilyen problémákról legkevésbé tudunk beszélni mi nők. Érdekes módon minden mást megosztunk egymással, de ezeket valahogy nem. És itt van az egyik történet, az intraduktális papilloma függő gyógyulásban fog kialakulni. Mit jelent ez? Részletezni fogom szövettanilag is, hogy ezek a szavak mit jelentenek, és milyen lelki háttér van mögötte, de itt is még mindig egy önelválasztási konfliktusról van szó, amit elindítok, megállítok, és akkor mit csinálok? Bontok sejtet, visszaépítek, megint bontok, megint visszaépítek, megint bontok, megint visszaépítek, és egyre többet építek vissza. És ez lesz az a papilloma, ami a csatornán belüli nyálkahártyából kiemelkedik, azaz benyúlik a tejcsatornának a lumenébe, vagyis átmerőjébe. Tehát valami belóg a... Igen, a csatornán... Hát, mintha eltorzulna egy cső, mondjuk a gumicsövet, ha benyúlom, akkor ez úgy néz ki. Hát mondjuk... Próbálom valahogy elképzelni. Valahogy úgy, de ugyanilyen szövettani elváltozást látnak függő gyógyulásban levő tápcsatornai dolgoknál, hát ott azt mindenféle jóindulatú, nyeles polipoknak fogják nevezni. Ez tehát az ilyen apadékszerű valami. Hát igen, ott van, de hát ha nem kell szoptatni, akkor ott senkit se zavar. Na most jön az írha, ugye? Mert ugye az emlőbőrét is borítja írha, nem csak a hátunk közepét, nyilvánvaló. Én ezt akartam kérdezni, hogy az írha, az hol helyezkedik el? Magyarázd meg nekünk. Ja igen, most hogy, igen, hogy ez mert, hol van ezt már természetesnek veszem, hogy mindenki tudja, hogy a bőrüknek három rétege van. Itt van most, ha mellett nézzük, akkor kívül a piros színnel az ektodermális külső csiralemezből származó elszorúsodott labhám, ami ugye hámlik, hét réteg van ott. Alatta van az írha, valójában ez az alapja a bőrünknek, ugye ez, honnan tudjuk, a nadrágszí is az írha rétege a bőrnek. Ez egy ellenálló, ugye kollagén, elasztin rostokat tartalmazó, és természetesen megfelelő sejteket tartalmazó, nagyon masszív anyag, és alatta van a hipoderma, vagyis a bőr alja magyarul, ahova kötőszövet, zsírszövet tartozik. Most amit itt fehér színben látunk, az már ugye a bőr alja, kötőszövet, zsírszövet, az írha pedig itt van szaggatott sárga színű vonallal. Ez a narancssárga? Ahova, igen, ahova mutattok most éppen a nyilat. Tehát a konfliktus beszennyezettségi konfliktus, a bőrön épségének, integritásának a megsértése, mert elcsúfítva érzem magam mellamputáció után. Tehát ez valami, ami támadta a mellemet? Igen, úgy éli meg a nő, hogy megtámadták a mellét. Hát most, ha valaki azt éli meg, hogy megtámadták a hasát, mert jön a műtét, de csak egy hónap múlva fognak műteni, és már megéli azt, hogy neki a hasába beszúrják a kést, akkor csinál egy mellhártya megvastagodást. A hasába mellhártya? Bocsánat, hashártya, jó félrevezetés, köszönöm. Figyelek. Helyes, tehát a hasában hashártya megvastagodást fog érezni. A mellhártya az a mellkast érintő támadás, de itt a mellről van szó, és a mellnek az írha rétege lesz az, ami fölszaporodik, ugye? Ez a bőrben, a bőrről szóló webkonferencia anyagban is ott van, hogy ezek a helyi felszaporodások melanómák. Természetesen, ha pigment van benne, akkor melanóma, ha nincs benne pigment, akkor amelanotikus melanóma, de hát ez már részletkérdés. Mert leáll a tumor növekedés, ha végre megoldja valaki a konfliktusát, és ugye jön a lebontás. És természetesen, hogy ez egy kicsit büdi,
Mert a TBC-s elsajtosodó, lebomló, hát bőrréteg, hát a felszínre feltör ez az írha, és hát ez megint mit fog okozni? Ez egy másodlagos konfliktus, hogy most még csúnyább, mint volt? Na ez a gyógyulásnak a csapdája. Abban az esetben, ha nem tudjuk, nem ismerjük. Hát ha nem ismerjük, igen. Nem tudjuk ezt hova tenni, akkor nyilván pontosan ugyanabban a csapdával lépünk bele újra. Milyen érdekes ez a történet, hogy... Igen. Éppen gyógyulunk, és akkor esünk kétségbe. Azért, mert tudatlanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy akkor kéne örülnünk a gyógyulási tüneteinknek, és akkor gyönyörűen meggyógyulna. De hát itt jön az megint, hogy mivel azonosítom önmagam, mint nő. Tényleg egy nő csak a melléből áll. Tehát annyira, én megértem férfiként, hogy fontos a női mellnek az épsége, az integritása. De ha megtörtént egy műtét, és már megcsinálták a plasztikai műtétet is, és az a bajom, hogy a mellbimbom az nem úgy néz ki, mint a másik oldalon. Mert ugye esettörténetről van szó. És akkor elindít egy melanómás folyamatot, főleg ugye a hegek mentén, ahol megtörtént a varrat, és a varrat mentén megjelennek melanómás csomók, meg mindenféle írha programnak megfelelő történtek. Szóval elképesztő. Én nem tudom, hogy megint csak egy állat orvosi, vagy mondjam azt, hogy tenyésztői megfigyelést szeretnék elmondani. Ugye a juhok, amikor szoptatják a kicsi birkákat, hát a lábuk közt az a tőgynek nevezett, hát tejtermelő rész, az ugye egészen szépen nagyra megnő, így van? Szinte húzza a földön. Na mostan közben ők legelésznek, akkor ő azzal foglalkozik, hogy eszik. De ha egy tövisbe beleakad és megkarcolja, az a tőgy az gennyes lesz, véres lesz, meggyógyul, és nincs semmi baj. Miért? Mert a juh nem azonosítja magát a mellével, azaz a tőgyével. Ettől a tőgye tökéletesen meg tud gyógyulni. Tehát itt arra szeretném felhívni a figyelmet, és elnézést, ha valakit zavar az állatvilágból hozott példa, hogy jöjjünk már rá, hölgyeim, hogy nem azt kéne szem előtt tartani nap, mint nap, hogy mi az, ami nincs, hanem annak kéne örülni, ami van. És érdekes a mellünkhöz kapcsolódó történés. Nagyon... Élénken emlékszem arra, hogy mennyire vártam azt kislány koromban, hogy majd nekem is lesznek melleim. És voltak olyan osztálytársaim is, akiknek nagyobb volt. És elindult egy ilyen verseny, hogy kinek nagyobb. Ez egy ki nem mondott verseny volt. Lehet, hogy csak az én elmémben létezett ez, hogy ne maradjak le. A mell igen a nőiesség szimbóluma. De ha megkérdeznénk önmagunkat, kedves nőtársaim, hogy miből érzem én igazán magam nőnek, akkor vajon mit válaszolnék? Vajon tényleg ezt a két mellett jelezném legelsőként? Igen, azonosulunk a testünkkel, de legalább úgy azonosulnánk, hogy tudnánk, hogy ez a test mire képes? Igen. Ha legalább azzal a testtel tudnánk azonosulni, amit Hammer doktor a germán gyógytudományban leírt, azzal az értelmes biológiai különprogramokkal megáldott csodát látnánk magunkban. Igen. Aki folyamatosan képes megújulni, megfiatalodni, helyre rakni a dolgokat, érzékenyen reagál a külvilág történéseire, de nem. Mi nem, még csak nem is ezzel a testtel azonosulunk. Azonosulunk szerepekkel. Azonosulunk olyan sztereotípiákkal, amiket talán mi találtunk ki, vagy a családban ezt így láttuk. Igen. Semmilyen konkrétum nincs leírva semmilyen nagykönyvben, hogy milyen a nagybetűs nő. És mindenkinek egyedien, egyénileg kell megtalálni a saját nőiességét. És hogyha az előbb feldobtam a labdát, hogy mitől érzem én magam nőnek, mi az, ami bennem a nőiességet képviseli? Akkor nem a külsőségekben kellene gondolkodni, hogy mondjuk nincs 49-es vagy 46-os lábam, vagy nem vastag a hangom, vagy nem bírok el 80 kilót a hátamon,
hanem valami olyat kellene megkeresnünk, ami igazából belülről fakad. Nagyon tetszett nekem az elmondásod a három csíra lemezzel. Tehát az élet is belülről kifelé halad. Így van. És mennyire érdekes, hogy mi magunk a betegségünket, a testünk reakció, és mindig belülről kifelé az érzelmi megrázkódtatás vagy közvetítésével szerviz választ Igen. ad. De mi mégis valahogy a megoldásnál fordítva szeretnénk ezt megoldani. Valami jöjjön kívülről, ami hasson bennem, és aztán én ezt zárjam le. Mint ahogy az előbbi történetben mondtad, hogy tegyenek oda egy zacskó valamit, aztán mutasson jól a cicim. Tehát, hogy azért én a nőiességemhez, a női mi voltomhoz valami keveset kell hozzá fogjak változtatni. Mi jelenti önnek, kedves hölgyem, a nőiességet? Ez egy nagyon jó kérdés. És hogy ne hagyjon választ nélkül, elmondom a sajátomat. Lehet, hogy nem egyezik az önével, de próbálom a gondolkodás irányát, menetét egy picit másfelé vinni. Nekem a nőiesség azt jelenti, ahogyan én szeretni tudok. Ahogyan át tudok ölelni valakit, ahogyan meg tudok érteni egy embert, ahogyan gondoskodni tudok a szeretteimről, ahogyan tudok velük kommunikálni, ahogyan egy hipermarketben egy síró gyerekre rá tudok nézni, és sajnálom, hogy ne sírj már, drága kicsi, minden rendben van, figyelünk rád, én is itt vagyok, rád néztem, nincs semmi baj, és jól a gyerek, vagy. És a gyerek elhallgat. Nekem ez jelenti a nőiesség megélését. Az a létezési forma, vagy az a létezési minőség, amit én ebben a világban képviselni tudok. És semmi köze a lábméretemhez, a merbőségemhez, a kilóimhoz, vagy az éveim számához. Így van. A nőiesség az a szeretet megnyilvánulási forma, amit én ebben a világban bele tudok tenni. A nőiesség maga a kreativitásom. Hogy mennyi mindent tudok megteremteni. Gondolok itt a főzésre. Elég gyakran előfordul, hogy rövid időn belül gyorsan, egészségesre, finomat kell összeadni, vagy éppen nincs semmiből elég a hűtőben, mert épp akkor érkeztünk meg valahonnan. Hogy abból, ami ott abban a pillanatban van, mit tudok alkotni? Hogyan tudok egy lakásból otthon teremteni? Hogyan tudom a dolgokat úgy rendezni, hogy azok, akiket szeretek, azok kényelmes, meleg fészekben érezzék magukat. Nekem ez jelenti a nőiességet. Nyilván rengeteg más aspektusa is van, de ha csak ezekre elgondolkodunk, mert egy kicsit közelebb jutunk ahhoz, akik mi valójában vagyunk. Köszönöm hát a nagyon, kitérő nagyon, lehetőséget. Nagyon lényeges dolgokat említettél, Réka, és nagyon köszönöm ezeket a megjegyzéseket, a női lélekből jövő megjegyzéseket, mert ezek lesznek azok, amelyek talán megérinti a hallgatóságot, és másképpen kezdünk önmagunkra nézni, mert ameddig az azonosultságainkon nem változtatunk, addig semmi nem változik. És itt jön még egy nagyon lényeges dolog, bár ez ritka, hogy a bőr felszín, a mellnek a bőr felszínén legyenek elváltozások. Nyilván itt is az elválasztási konfliktusok játszanak szerepet, de mondjam azt, hogy nem az a bensőséges kapcsolat az, ami a mell külső bőrén fog megjelenni, mert az elválasztásnak két vége van, mint a botnak, elmondtam a bőrről szóló webkonferencián is, hogy vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Én valakitől nagyon szeretnék elválasztódni, ne érjen a mellemhez, akkor természetesen, hogy a mellnek a külső bőrén fog megjelenni konfliktus aktív szakaszban a külső bőrnek a sorvadása. Ezzel együtt a konfliktus aktív szakaszban zsibbadás érzése az érintett területen, ez a neurodermitis. Aztán a megoldás után ezek a bőrhiányok visszaépülnek, a bőrfekélyek, ugye, és
A bőrettől vörös lesz, megduzzad, viszket, fáj, ha hozzáérünk, és lesznek különböző, hát bőrgyógyászatban meghatározott diagnózisok, a kiütések, a gyulladásnak megfelelően, a viszketésnek megfelelően, vagy éppen a hólyagoknak megfelelően mindenféle diagnózis kapunk, ha pedig elakad a program, akkor természetes, hogy ekcéma, pszoriázis is megjelenhet a bőr külső felszínén. Emlékezet kiesés és zsibbadás lesz az epileptoid krízisben. És amiről már szó volt, amit érintettünk, csak összefoglaljuk még egyszer, a bordákat érintő program az a legsúlyosabb önleértékelést jelenti, mert ugye az önleértékelésnek a témája meghatározza azt, hogy hol történik meg a szövetek bontása, az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy ott milyen szöveteket bontok. És nyilván, ha valaki elégedetlen a mellével, vagy túl kicsi a mellem, ez egy önleértékelés, ami tovább fogja sorvasztani pontosan azt a kötőszöveti állományt, ami ahhoz kell, hogy nagyobb legyen. Hoppá, most egy nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtál el, és azt hiszem, hogy most a plasztikai sebészek csapkodják a fejüket, hogy elmondtad a mell nagyobbítás, a mell növesztés kulcsát. Hát pontosan ez a kulcsa, hogy végre ki kéne békülni, hölgyeim. A mellünknek az alakjával, a méretével, az állásával, bármi, mert onnantól mindaz, amit addig lebontottunk, az visszaépülne. És nagyobb lenne, mint volt. Ez lenne a lényeges, nem? És innentől kezdve akkor nem értem a problémát. Mikor mindenki, mondjam, meg tudja a saját mellét olyanná alakítani, amilyenre vágyik. De vigyázzat. És ez nem túlzás. Igen, vigyázzat. Vigyázzat. Mert ugye az agyunk azt is tudja, ha át akarjuk verni. Ó, hát persze. Azért, ha úgy teszek, mintha, ó, hát jó, ez mintha. Is. Azt még nem azt szereti. Hát ha úgy gondolom, az még nem jelenti azt, hogy úgy is érzem. De ha már függetleníteni tudom az önmagamról kialakított képet a mellméretemtől, és azt mondom, hogy tök mindegy, hogy milyen. Egészséges. Van. És egyedi. Egyedi. Ilyen. Szuper. Legalább nem kell a nagy kosaras melltartókat kerestem, vadásznom az üzletben. Igen. Nem is gond az, hogy ez ekkora. Én igazából így vagyok én. Így van. És nem bármilyen hátsó szándéka próbáljuk magunknak bemesélni, hogy ez milyen jó, hanem függetlenítjük az önértékelésünket a testi paraméterektől, na az az igazi érzelmi átalakítás, és akkor igen várható ez a mellékhatás, hogy tudok mutatni, más méretet. Tudok mutatni példát, akinek a melle ennek kapcsán teljesen rendbe jött, és hát gyönyörű lett. A legsúlyosabb önleértékelés az... Miért mosolyogsz? A legsúlyosabb... Igen, rólam van szó. Rólam van szó, hát teljesen más. Elkezdtem amit... lapítani ezzel a témával, de lehet. Hölgyeim, igen, lehet. Tehát én elmondtam, hogy a méretén kérem lehet változtatni akármikor. Na, de térjünk a legsúlyosabb önleértékelésre, mert ez a bordákat fogja érinteni, és nyilvánvaló, ezt úgy fogják kommunikálni, hogy áttét a bordákba. Na kérem szépen, most honnan? Hát a tejmirigy állomány az régi mezodermális. Először nő, utána sorvad. A borda először sorvad, utána nő. Hát akkor hogy van ez? Hát sehogy, hát ilyen nincsen. Hát szegény mirigyeknek át kéne hatolni. Itt rengeteg szöveten, azért ne felejtsük el, hogy nem direkt kapcsolatban van a tejmirigy sejtje a bordákkal, hát ott rengeteg dolgon át kell menni, nem akarom részletezni a csonthártyáig lévő akadályokat, kerítéseket, ugye nincsenek migráns sejtek, nyugodjunk meg, de a legsősebb önleértékelés nyilván a bordánkat fogja lebontani, visszaépítéskor jön a nagy fájdalom, a duzzanat, és a magányosság miatt ugye egy hatalmas duzzadt, fájdalmas terület fog kialakulni. Itt van, hogy a szindróma minden csontterületen komplikálhatja a gyógyulást. Azt, hogy az én megélésem az egyetlen valóság, ezt én tettem ide, és ezért van külön színnel berakva,
Ez itt nem Hammer doktor szövege, kérem szépen, de az összes A többi, piros nem az. az az egy, amit nem az, az összes többi szöveg, az Hammer doktornak a szövege. Nos, menjünk, és ezek a dolgok az eset leírás kapcsán vannak előre leírva a történetbe. Tehát most az esetleírásból egy összefoglalást szeretnék csinálni, tehát kilépek Hammer doktor szövegéből, és ez mondjam azt, hogy főleg kollégáknak szóló rész, 2-3 fólia mindösszesen, hogy megértsük. Tehát ha fibroadenomát diagnosztizálnak, akkor mi a konfliktus? Fészek, vita, konfliktus. Ezek mindig jól körülhatárolt csomók, az emlő bőre alatt, elmozdítható, fájdalmatlan, és általában ugye erre rögtön rámondják, hogy ez jó indulatú. Kérem, a biológiában nincsen se jó indulat, se rossz indulat, csak értelmes biológiai programok, ezt értsük meg. Nagyon ritkán előfordul ilyen, hogy filloid tumor, ezek óriásira nőtt fibroadenomák. Miért? Mert hatalmas a konfliktus tömeg. Időskorra jelenik meg, nyilván addigra már hatalmas lesz. Az állandó vita, veszekedés, csapkodás és az aggódás egyben. Tehát csak, hogy megértsük, hogy ezért. De hát ugye a medicinában rengeteg elnevezés van. Aztán van ilyen, hogy adenózis szklerotizánsz. Már ha szklerotizánsz, ugye az már rögtön egy jó hír, mert azt jelenti, hogy mészlerakódást tartalmaznak, tehát biológiailag egy lezárt aggódás története, erről beszélt Réka. Ez az emlékmű. Ez az emlékmű, így van. Az emlőciszta, mert ugye azért ilyet is képesek vagyunk csinálni magunkban, ez annyit jelent, hogy folyadékkal telt tömlők, üregek az emlőnek a szövetében. Előfordulhat, mi van mindkét mellben. Kérdés, hogy kivel kapcsolatban éltem én meg többszörösen is az elválasztási konfliktust, mert a víz begyülemlik, mikor? A megoldásban, de ez egy ciszta, ami nem fáj, tehát akkor mikor gyűjtöttem be a vizet? A hegesedési fázisban. Na most ez a lényeg, hogy pont mikor már megoldó félbe került a konfliktus, akkor éltem meg a magányosságot. Akkor hagytak el engem, vagy nem tudom. Tehát ha visszaidézzük a Hammer iránytűt, a hegesedési fázis, ez az utolsó kis igen, igen. Az már a startvonal előtt, vagy a célvonal előtti állapot. Előtti állapot, igen, és akkor gyűjtöm be a vizet. Nagyon sok biológiai programban ez okozza a beteg halálát. A mellnél nem okoz ilyen problémát, mert nem csinál életveszélyes komplikációkat, de ez egy olyan dolog, amire figyelni kell. Nem véletlen, hogy Hammer doktor azzal kezdi, hogy a vesegyűjtő csatorna szindróma megértése fontosabb, mint az infarktus megértése. Aztán van ilyen diagnózisunk, hogy duktális karcinóma, tehát a mirigyek kivezető csöveiben jelenik meg, és nyilvánvaló, most itt szövettanilag, ha áttöri, vagy ha nem töri át az alaplemezt. Ugye az alaplemez membrana basalis a hivatalos neve. Ez az alaplemez kérdése a szövettanászok, vagyis a hisztopatológusok számára egy nagyon fontos dolog, mert innentől fogják ezt vagy in situ karcinómának, vagy invazív karcinómának nevezni azt a bizonyos karcinómát. De ettől függetlenül ez csak azt mutatja, hogy milyen fokú az én konfliktus aktivitásom. Duktális karcinómáról van szó, tehát tej, csatorna, fekélyesedésről. És hogyha ez sokáig tart, akkor át fogja törni az alaplemezt. Bocsáss meg, ezt az alaplemezt, ezt magyarázd el. Tehát maga a tejcsatorna... Hát a szer, most nem mentem bele a szövettani leírásába a tejcsatornának, mert ez abszolút nem kell ahhoz, hogy valaki egy elválasztási konfliktust megoldjon. Ez azért mondtam, hogy ez szakmai rész többé-kevésbé, csak hogy lássuk, hogy a lelki megrázkódtatás és a szövettani lelet között is nagyon komoly kapcsolat van. Az alaplemez az, amin ezek a sejtek elhelyezkednek. Tehát amikor házat építek, akkor rakok egy alapot, és arra rakom a téglákat. Minden ez történik, hogy párhuzamot vonjak egy másik női programnál, a féltékenységnél. Mert ott is először csak mészáj seb jelenik meg.
És amikor nem tudom a féltékenység érzésétől magamat függetleníteni, akkor nem áll meg a mély száj nyálkahártyáján a sejtszintű sorvadás, hanem lehatol egészen az izmokig, illetve az az izomgyűrű, ugye, ami a mély nyakat képezi, képes ez a fekélyesedés odáig lehatolni. Miért? Mert folyamatosan megvan a program. Tehát, mit mondtam, nem újjék el nap a te haragoddal. Aztán van ilyen, hogy tubuláris karcinoma, hát ez csak variáció egy témára, ez is ide tartozik, és az introduktális papillomáról ugye már szóltam, hogy a felületből kiemelkedő jó indulatúnak nevezett valami. Miért? Mert ugye ez nem törte át az alaplemez, ez nem csinált úgynevezett metasztázist, és ezért jó indulatú. Nincsen se jó, se rossz indulat, csak értelmes programok. Itt az a lényeg, hogy egyszer és mindenkorra zárjuk le az elválasztási konfliktust. Na most idézek orvosi szaklapból, mégpedig Hollányi Péter kollégától, aki a Magyarországon ugye a szövettanászoknak a főfője. Az 1 cm-nél kisebb invazív karcinómák nyirokcsomó áttétek hiányába kitűnő prognózisúak, és nem feltétlenül szükséges szisztémás kezelés. Tehát, amikor még kicsi a karcinóma, akkor azt jelenti, hogy éppen csak megérintett engem egy elválasztás, és lehet, hogy már meg is oldottam, ezért nincs nyirokcsomó. Vagy lehet, hogy még konfliktusaktív szakaszban vagyok, és ezért nincs nyirokcsomó. Nem feltétlenül szükséges szisztémás kezelés, vagyis kemosugár műtét. A nyirokcsomó érintettség nélkül az 5 éves túlélés 90%. Na most ez egy akadémikus statisztika. Ez egy statisztika, de könyörgök, a statisztika az nem egy biológiai mérőmódszer, ez egy matematikai módszer. Hiába alkalmazok én matematikai, tudományos dolgokat a biológiára, ezt nem lehet ráhúzni. De nem tudom a jobblábas, vagy mit tudom én, a jobboldali csizmát felhúzni a bal lábamra. Ez nem illik rá. És ezért beletévedünk a statisztikákba, és feltételezéseket statisztikázunk, és döntjük el, hogy kinek mekkora az esélye. Mindenkinek az a jó hírem van, hogy 100%-os a gyógyulási esélye, ha megoldotta, tisztázta és megoldotta érzelmileg a konfliktusát. Ennyit kell csinálni, és ehhez be se kell menni a rendelőbe. Csak tudni kell, hogy mi okozta, és mit kell megoldanom. Az a legszörnyűbb, hogy itt írja ugyanúgy 1 cm-nél kisebbeket békén kell hagyni, ha jól értem. Nem, Isten, menj békén hagyni, azt ki lehet onnan matatni, csak nem kell neki végigjárnia a futószallagot minden örömével, kemosugár. Azt ki szokták piszkálni onnan. Vagy van olyan, hogy kemény, és figyelik. És akkor a nő, ha 6 hónaponta visszamegy mellszűrőre, vajon... Ez folyamatosan. Így van, és a végén megcsinálja a folyamatosan félelemből visszajáró mellszülésre, félelemből visszajáró nő meg fogja csinálni a melldaganatát, addig fog aggódni. Természetesen, hogy itt azért ezt már én tettem ide piros betűvel, hogy a félelmek következmény konfliktusai fogják megnehezíteni a betegnek a gyógyulását. Mert nem tudja, hogy hogyan gyógyulna ő meg, csak úgy, magától, pénz nélkül. De hát ez hihetetlen, hát gyorsan valamit meg kéne venni. Nem, hát mit kell tegyek? Mindezzel is nem azzal foglalkozik a beteg, hogy mi a valós ok, és mi annak a valós megoldása. És itt van a lobuláris karcinoma, ugye amikor azért a lobulus az egy lebenyt jelent magyarul, hogy megértsük, hogy mi az, hogy lobuláris karcinóma. Természetesen ez a lebenyből kiinduló karcinóma annál nagyobb lesz, minél nagyobb az aggódásunk. A nem invazív elváltozásnak ugye azt mondják, hogy a prognózis a kitűnő, és az invazív lobuláris karcinómát több gócúnak, kétoldalúnak írják le, de miért? Hát azért van több góc, mert többször élem meg azt a bizonyos konfliktust, és már nem csak az anya-gyerek oldalon, hanem partner oldalon, vagy fordítva. De a leggyakoribb a női mellprogramoknál az elválasztási konfliktus, elmegy a gyermekem Angliába, és onnantól kezdve vége a világnak. De természetesen joga van egy nőnek aggódni is az elszakadás miatt, és akkor megcsinálja mind a két szövettani típust,
a duktuszkarcinomát és az És adenokarcinomát hogyha is. saját elhatározásából másképp akar gyógyulni, mint ahogy ezt az akadémikus Igen. orvoslás előírja, akkor jön a fészekrit, hogy megőrült-e, Megőrült. normális vagy, hát mi lesz így velem, Így és van, ez a harmadik és már nót. megvan mind a három konfliktus a szegény nőnek. Na, térjünk akkor vissza Hammer doktornak az írására. Jobboldali mellrák terhességi karcinózissal, hogy ezt lefordítsa magyarra, ez azt jelenti, hogy egy olyan várandós asszonyról van szó, akinek a várandóság alatt találták meg az úgynevezett mellrák daganatát, és elindul vele a történet, de már is elközölnem kell, hogy végül is szerencsés megoldás lett a vége. Halljuk, hogy miről szól a történet. Egy 36 éves JK beteg, három gyermekes anya 2013. július elején kétségbe esett levelet írt Hammer doktornak. Rövid ideje a jobb mellében rákot diagnosztizáltak. 26 hetes terhes. Időpontot kért Hammer doktortól. Hammer doktor gratulál a nőnek a terhességéhez, és közli, a terhesség alatt az nem nőtt tovább, nyugodjon meg a beteg, és örüljön a babának. Egy pillanat megjegyzés, miért? Mert a negyedik hónaptól a biológiánk leállítja az anyának az összes programját, és csak a faj fenntartásával foglalkozik. Folytassuk. A beteg megköszöni a választ, és beszámol arról, hogy 2012 őszén fedezte fel a csomót a jobb mellében. A nőgyógyász tapintással és ultrahanggal egy 1 cm-es fibroadenomát állapított meg. 2012. decemberében a kontroll megerősítette ezt a diagnózist. 2013. januárjában teherbe esett a beteg, és a csomó jelentős megnövekedését figyelte meg. A két hete végzett ultrahang és biopszia egy 2,5x2,3 cm-es karcinómát és egy megnagyobbodott nyirokcsomót állapított meg. Így van. Szúrást érez a tumor területén, és a nyirokcsomóban néha fájdalmat érez. És egy nagyon lényeges megjegyzés, amit ide be kell tegyünk, hogy a beteg a cicájuk elvesztése miatti konfliktusról még nem szól Hammer doktornak, ami jóval előbb, még 2011-ben történt. Ez itt kérem szépen egy nagyon, de nagyon fontos tényező. És nézzük akkor az adatok alapján Hammer doktor hogyan foglalja össze a történetet. Tehát még egyszer. 2012-ben ott van a kis csomó a jobb mellben, ugye? És az ultrahang kimutatja az 1 cm-es fibroadenomát. Elárulom, az ultrahang nem szövettani vizsgáló eszköz, ez egy képalkotó valami. Nyilvánvaló, hogy gyakorlott szem már az adott képnek a jellegéből szövettani következtetéseket is le tud vonni, de az még nem biztos, hogy az. Na most, a decemberi kontrollon úgymond nincs változás, és mivel fibroadenomáról volt szó, természetesen, hogy Hammer doktor arra gondol, hogy a családi anyagi viták, problémák okozhatták ezt az egészet. Ezért mondja Hammer doktor, hogy kezdetben azt hittem. Csak hogy. Azt tudjuk, hogy a terhesség első három hónapjában a cica elvesztése miatti konfliktus volt az, ami a problémát okozta. Ez ugye később ebben kiderül a CT segítségével, mindjárt mutatom a CT felvételt. És az első három hónapban még aktív volt az elválasztási konfliktus, az elvesztési konfliktus, és ezt mindjárt látjuk, több hámeri góccal élte meg a hölgy, vagyis több féle konfliktusként. Az adenotumor növekedése azért lett kétszeres, mert ugye a terhesség első harmadában még szimpatikotónia van, vagyis az első három hónapban, mondjam azt, biológiailag konfliktus aktív szakaszban van a várandós hölgy, a vagotónia, a negyedik hónaptól indul be, és innen indul az a védelem, ami leállít minden daganatot egy nő szervezetében, ha a várandóság alatt ki is derül, hogy van daganata. Na most a terhesség második felébe, vagyis a negyedik hónaptól a beteg hallgatja a Maestro Dental Mayhem-t. És itt van a lény.
Bocsánat, itt van a lényeg. A más studentem Mékennek a hallgatása leállítja a vesegyűjtő csatornának a programját, amire természetesen a CT során fog majd fényderülni, de leállítja a tej-mirigy csatornáknak is a további tumoros folyamatát. Aki megnézte már a más studentem Mékent, az ott a 10 csodálatos hatásból ott van, hogy minden daganat további növekedését leállítja. Vagyis ez a daganat duplán lett stoppolva. Leállította egyszer a biológia a várandóság miatt, és leállította a más studenten méhen is. Tehát dupla biztosíték volt arra, hogy ameddig tart a várandóság, addig a mellrák nem nő. Hallgatja a más studenten méhen, és várandós. Ennek az esetnek a kezdetén ugye diagnosztikai problémák voltak, mert nem volt Hammer doktor kezében az agyi CT, és ezért gondolt és feltételezett gazdasági problémákra Hammer doktor a fibroadenoma hallatán. No de! A gyógyító csak annyira okos, amilyen okossá őt a beteg teszi. És ez nagyon igaz. És mindig elmondjuk, ugye, hogy szabad nekem hazudni. Elmondhat bárki bármit, de azzal önmagát fogja félrevezetni, ha nem mondja el a teljes igazságot. Ha nem tekint mélyen a lelkébe, és nem mondja el azokat a konfliktusait is, amit talán ő nem tart fontosnak. És milyen érdekes, hogy mindig ezek a nem fontosnak tartott konfliktusok fennmaradása az, ami a betegséget fenntartja. Na most tehát ez azt jelenti, hogy ha a beteg nem mondja el a konfliktusát a gyógyítónak, és nincsen agyi CT-se a gyógyító kezébe, akkor sötétben tapogatózik. A szülés után 2013. októberben szült, 2013. december 23-án kaptunk egy CT-t. Ez a partner oldalon mutatta a már ismert fibroadenoma hamerigócát, de a terhesség második harmadában, júniusban elvégzett biopszia által okozott, és a jobb mell már megállapított duktális konfliktusát is. Igen. És a CT még a jobb petefészek egy veszteség konfliktusát is mutatta, valamint még egy dupla dűtőcsatorna EBK-t. És ez mind az öt folyamat konfliktus aktív fázisban. Hoppá! Ekkor Hammer doktor azt mondta a betegnek, hogy ez nem lehet anyagi probléma, csak is személy lehet. A beteg ekkor rukkolt elő a valódi konfliktusával, hogy 2 év óta gyakran gondol a család kedvenc kis cicájára, ami 2011-ben nyomtalanul eltűnt. Ezért volt mind az öt konfliktus még konfliktus aktív fázisban, és csak a terhességi karcinosztázis stoppolta le azokat. Így van. Ugye? Milyen érdekes. És itt vannak az agyi CT-k, ugye, amelyek már december 23-án karácsony előtt Hammer doktor készhez kapott, és kielemzi az agyi CT-t. Na most a két gyűjtőcsatornához, már mint a vesegyűjtőcsatornához, aminek itt van fent a két vesegyűjtőcsatornának a reléje, ugye, ez érintett volt, és az oligúria, vagyis a csökkent vizelet kiválasztás 50 ml volt, mindösszesen fél deci vizelet, ez akkor kezdődhetett, amikor a cica eltűnt. 2011-ben, ugye? A rendbejövés, a normalizálódás pedig akkor kezdődött, amikor 2014 márciusában hozzájuk került a kis cica. Tehát ez egész... egy cica, aki... Igen, aztán ez volt a megoldás. Döbbenetes, hogy majd megbeszéljük. És nézzük a CT-ket. A másik az, hogy a kis cica elvesztésének a betegnél petefészek nekrózis indult be. Veszteség konfliktusként élte meg. És itt van a hámeri góc a kis cica elvesztése miatt, amit mutatunk. És természetesen ennek annyi pozitív hatása van,
hogy a megoldás után a nő 5-10 évvel fiatalabbnak néz ki, mint azelőtt. Megfiatalítja a megoldása egy ilyen konfliktusnak, vesztességkonfliktus. Ugye ez a petefészkek sorvadását indítja be konfliktus aktív szakaszban, mely megoldásban petefészek ciszta várható, ami plusz hormon termel ösztrogént, és ettől lesz a nőnek a temperamentuma, az alakja, a működése fiatalosabb. Lásd, női biológiai programokról szóló előadás, nem akarok részletekbe menni. Na, de kiderült itt alul is valami, egészen alul. Itt van két bevonalkázott Hameri góc, és ugye ez a látóközpont, és kiderült, hogy már gyerekkorától vannak szemproblémái ennek a hölgynek, különösen a bal szemével, mivel 10%-os a látása. Mindkét szemére rövid látó. Aztán az agynak, ez most megint a kisagyi felvétel, annak a része, ugye több síkban nézzük, az előzőképpen láttuk fönt a két vesegyűjtő csatorna központját, és ha lejjebb, mondjuk alsóbb metszeteket nézzünk, akkor látjuk itt bal oldalt, meg jobb oldalt a két Hameri gócot, ami tulajdonképpen már a szövettanilag bizonyított adenokarcinóma, vagyis az aggódással kapcsolatos konfliktusa, ami a terhesség alatt természetesen megállt a baloldali központot nézik, ugye mondtam, hogy ez a jobboldali partner merre vonatkozik, ezt már a bevezetőben elmondtam, és természetesen, hogy a terhességnek az első harmadában ez megduplázódott, ödémásabb is lett, de ott leállt. Ugye ez szülés után készült, októberben szült, és decemberben készült a felvétel. Tehát ez már megoldásban van, ez a góc. Na de mi van itt a másik oldalon, ebben a gócban, az agynak a jobb oldalán, ugye az a konfliktus okozott ekkora gócot, amit az anyukák a szülészeten átéltek. Mert ugye megszületnek a gyerekek, és elveszik tőlük a kisbabát, az újszülött kisbabát, 8 napig nem látja a kisbabáját, csak éppen szoptatási időre. És ez okozott ekkora Hameri gócot az anyukának. De hát ez már a negyedik gyerek volt, már megszokhatta volna, ugye, hogy az első 3 gyereknél is ugyanez van, de hát egy anya ezt nem tudja megszokni, hogy az újszülött kisbabáját nem kapja meg. Itt van a bizonyíték, a Hameri góc. Tehát a bal mellébnek a Hameri góca itt van jobb oldalon, ez a kisbabáról szól. A kis cica elvesztése miatti aggódásnak a Hameri góca, az partner oldal, az a jobb oldali mellét érintette, és bal oldalt van a Hameri góc. És feljebb menve, az agykérgi szintet nézve, itt fogjuk látni, bevonalkázva ebben a gócban, a macskától való elszakadási konfliktusra vonatkozó Hameri gócat. Tehát a macskáért aggódott, megélte az elválasztást, és megélte a macskával kapcsolatosan még azt, hogy elvesztette. 3 konfliktust élt meg az anyuka a macskával kapcsolatosan, ez alatt a gyerekével kapcsolatosan összesen 1-et. Ez azért elgondolkodtató. A más studenten Méhen továbbra is hallgatta az anyuka, mert mit jött, ugye szülés után jön a nagy kérdés, hogy mi lesz ezután. Mert vége annak a biológiai védelemnek, amit a terhesség alatt kap az asszony, de hallgatja a más studenten Méhent a hölgy, és így jutunk el oda, hogy végül kiderül 2014. március elején, hogy mi volt a valós probléma, mert odafutott a beteghez a kis cica, és megoldotta a kis cicához kötődő mindhárom konfliktusát. Ahogy említettük, a két vesegyűjtő csatornájának a szindrómája az új blici cicával most megoldott. Megoldódott. Igen. A duktális történést már decemberben, vagy 2014. januárjában letranszformálta, amint a melldúzzanatában is lemérhető. A más studentem Mitjen hallgatásával, igen. Valójában a teljes megoldást az
A megoldás az új kis cicával történt. 2014. március elején odafutott a beteghez egy kis cica. Hát elgondolkodtató, de nem akarom kommentálni, mármint a betegnek a probléma megoldását. A fibroadenoma az mozdulatlannak tűnik, ugye? Ezt az egész fibroadenomát valójában a beteg elmeszesítette, ezért mozdulatlan, és ezért nem izzad éjjel, de éjszakánként azért melege van. És a betefészek programja is az elején lehet, mondja Hammer doktor, mert ez nyilván egy nő, hogy azt fogja megállapítani, vagy abból fogjuk látni, hogy 10 évvel fiatalabbnak néz ki a nő, mint az előtt, az indulált betefészek miatt. Fényképet is közöl Hammer doktor ebben a könyvben a hölgynek a melléről, és láthatjuk, hogy a kis cica mekkora aggódást okozott jobboldali mellében, jobbkezesként, mekkora duzzanat keletkezett. Nyilván, hogy szoptatás alatt az ebből a mellből érkező tej nem lesz olyan, mint az érintetlen mellében lévő tej, de ennek a tejnek erősen vizes hát íze vagy jellege lesz. De csak az ízében csak annyi, nem ártalmas. Nem árt, senkinek nem árt természetesen. Epilógusként záró gondolat, mivel a család parasztok között lakik, a férj már ismerte azt a jelenséget, hogy a tehenek tejcsatornájai is eldugulhatnak, ugye? És ezt a beszélgetés során, Hammer doktorral történt beszélgetés során is megállapították, itt szó szerint idézem Hammer doktort. A beteg a szomszédasszonytól kölcsön kapta a Mellrák, a leggyakoribb rák a nőknél című könyvet, amit Hammer doktor írt, és a 136. oldalon található Mekki történettel megnyugodott, most már mindennel tisztában volt, írja dr. Ikegert Hammer. Tehát a más studenten Méken hallgatás a szülés után is fenntartotta a daganat növekedésének a gátlását, ez a karcinosztázis, megakadályoztatta a daganat további növekedését, de természetesen a konfliktus megoldása, a beteg feladata maradt. Ez egy nagyon érdekes történet, de szeretném talán, ha összefoglalnánk az eddig hallottakat, hogy mi az a három program, ami a mellett érinti, hogy rakjuk tisztába ezt a gondolatsort. Össze tudnánk foglalni, hogy melyek az emlőt érintő programok? Természetesen ez maradt a végére. Egy összefoglalás, hogy még egyszer lássuk, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, és mi az, amit meg kell oldani. Tehát a tejtermelő részének a túlszaporodása, az adenokarcinoma a mellnél mindig az aggódás, vagyis gondozási konfliktus. A fészekvita konfliktus fogja a tejmirigyet és a kötőszövetet is túlszaporítani, az a fibroadenoma. Az elválasztási konfliktusnak van két fajtája is, ugye a fájdalmas elszakadás a tejcsatorna hámját érinti, ez lesz a duktális karcinoma vagy a filoid tumor, és ha már nem érinti meg a mellemet, vagy nagyon nem szeretném, hogy megérintse a mellemet, ugye mind a kettő ugyanazt jelenti biológiailag, a mell külső hámrétegének sorvadása indul el, ez a neurodermitis. Hadd szóljak egy gondolatot közben, hogy mennyire fantasztikus az elménk, hogy az egyik a konkrét fizikai érintést jelzi az elszakadást, a másik pedig az átvitt értelemben való elszakadást. Tehát valójában az agyunk nem tesz különbséget a valóságállom és illúzió, vagy jelen esetben a szimbolikus elválasztódás tekintetében mindkettőre reagál. Így van. Támadási konfliktust élünk meg, tehát akkor, ha azt élem meg, hogy elcsúfították a mellemet, és ez a írha programja lesz, és mondtam, hogy melanoma, fibroma, hegeknek a túlsarjadása, keloid alakulhat ki, stb. Ez bőrgyógyászati történet, és itt van az önleértékelés,
Na most, hogy ezt hányféleképpen éri meg valaki, hogy semmit nem érek már, a csontoknak a bontása különböző gerincszakaszon. Hát mert doktor leírja, hogy az ember a nőnek a büszkeségében megélt önleértékelése. De hát az ő büszkesége a melle volt. Természetesen, hogy az ebben megélt önleértékelés nem csak a bordákat, hanem a háti csigolyákat is fogják érinteni. És ugyanígy, ha a nőiségében éli meg az önleértékelést, akkor a medence csontja lesz érintve. És a többi, és a többi, mert ugye mindig azt számít, hogy ki hányféle megélést köt egy konfliktushoz. Lásd, az egyszerű parasztasszony a cica elvesztését megélte veszteségkonfliktusként, aggódásként és elválasztásként is. Számára ez a kis cica annyira, de annyira fontos volt, és egy másik cicának a megjelenése meg is oldotta számára a konfliktus. De vajon ezáltal mit tanult meg ez a beteg? Semmi különöset, mert a megoldást kívülről kapta. Kapott egy másik kis cicát, rendben van, biológiailag rendben hozza. De ha ezeket a konfliktusokat, amiket megélünk, semmi, de semmi változást nem indítanak el bennünk, akkor mit tanultunk belőle? Bele sem merek gondolni, hogy ez a blicicica, ha bármi történik vele, ez az új kis jószág, akkor elkezdődik az egész történet, és de miért? Egy négy gyerekes anyáról beszélünk. Igen, egy négy gyerekes anyáról beszélünk, akinek szerintem a gyerekeihez való kötődése kéne erősebb legyen, mint egy kis cicához való igen. kötődése. De mi van akkor, ha nem gyógyulunk meg? Miért nem gyógyulunk meg? Mert erre utaltam az előbb, mert mi nem változunk. Benne maradunk azokban az érzelmi állapotokban, amit pokoli szerepeknek nevezünk. Igen, és itt van a lényeg, hogy mennyire látjuk át az életünket, mennyire látunk túl a konfliktuson. Mert hogyha egy diagnózis sokkal, egy rendelőben úgy jövünk ki, hogy kész, vége, rajtam nem lehet segíteni, teljesen tehetetlen vagyok, semmilyen esélyem, reményem nincs, és nem is a mellemmel, nem is a betegséggel azonosulok, hanem a szenvedéssel és a haldoklással. Igen. Akkor nyilván ezt a programot fogom elindítani. És megvalósítani. Minden egyes pillanatban, amikor önsajnálatba megyünk, mert mi lesz velem, ha ő vele történik? Bármi, ugye ez az aggódás. Az önsajnálat, hogy folyamatos viták és harcok mennek, és hogy lesz így normális életem, ez is megint egy aggódási történetbe, vagy aggódásba fog torkollani. A fiszek vita konfliktusban próbáljuk ezt a felelősséget áthárítani valaki mását, ő tehet róla, mert vele nem lehet kijönni, ő a mufurc, ő az, aki mindenre nemet mond. Itt is a saját életünk iránt érzett felelősséget kellene visszavenni, mert igen. életemet valójában magam irányítom. Tehát nem vagyok áldozat. Nem vagyok áldozat, és nem kell megmentenem senkit, nem kell önfeláldozásban leélnem az életemet, a másokat sem kell hibáztatnom a saját életem alakulásáért. Vagyis bűnbak se vagyok. Nem vagyok bűnbak sem. Nagyon jó lenne, hogyha felismerném azokat a helyzeteket, amikben én folyamatosan újra és újra megélem ezt a konfliktust. Itt van az elválasztási konfliktusnál is, hogy el akarok szakadni, vagy nagyon nem akarom, hogy elszakadjunk egymástól. Ez a kölcsönös függő helyzet, ez mindig betegítő szituációkat fog hozni az életben. Hát akiket érdekelnek ezek a megoldások, hogy ezeket a lelki állapotokat hogyan lehet megoldani érzelmileg, azokat szeretettel várjuk a hétvégi tanfolyamainkra. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, mert rámutat arra, hogy a betegségek nem a statisztikai tényezőktől függnek, amire a mai orvos tudomány mutat, hanem egyszerűen csak attól függ, hogy mennyi a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatás bennem, mi van ebből, tehát konfliktus aktív szakasz hosszától, mennyi lesz a megoldott programoknak a száma bennem, illetve
hogy ezek a programok valóban meg is gyógyulnak, vagyis kifutnak a megoldásban, vagy újra meg újra elindítom, és akkor lesznek különböző klinikai formák. A konfliktusokat szabad halmozni, ugye, és akkor ez oda vezet, hogy a személyiségünket is befolyásolja már, a viselkedésünket, hangulati változásokat, erről szólnak a konstellált állapotok. És ugyanakkor a fel nem oldott konfliktusok feloldásával és megoldásával valóban az okokat oldjuk meg. Tehát ez egy etiológiai, oki kezelés. És ehhez nem gyógyszer kell, ehhez a betegnek a szándéka kell, hogy egyáltalán akarja vagy nem akarja, vagy ebbe akar belepusztulni, mert olyan is van, és akkor azon nem lehet segíteni. A másik lényeges dolog, hogy megértsük, hogy a germánygyógytudomány tényleg tudomány, mert rendelkezik azokkal az ismérvekkel, ami a tudományosságot jellemzi, vagyis reprodukálható, bárhol megismételhető, ugyanaz fog történni minden aggódó nővel Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Európában. Összehasonlítható, a program mindenkinél ugyanúgy fog lefutni, konfliktusaktív megoldási szakasszal, és előrejelezhető az is, hogy a konfliktusaktív szakasz ismeretében, hogy meddig fog tartani ez az egész történet, vagy mikor lesz epileptoid krízis. Tehát ezért mondtam az előbb is, hogy nem statisztikai feldolgozásokra van itt szükség meg állatkísérletekre, hanem az embriológiának a minimális ismeretére és az öt biológiai természettörvényre. Ha valaki annyit tud az egészből, amit bevezetőben elmondtam, és természetesen ezzel egyet is tud érteni, akkor az már egy nagyon nagy lépés előre. De a kérdés még mindig az marad, hogy érzelmileg oldom-e meg, vagy szenvedek tovább okosan vagy tudományosan. Hát nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és külön köszönöm azt, hogy segítettél bennünket, laikusokat abban, hogy megértsük a diagnózisoknak az értelmét, hogy be tudjuk ezt azonosítani, hogy ez éppen milyen szakaszban van. Én azt gondolom, hogy ez egy hiánypótló előadás volt, és nagyon köszönöm a szakmaiságot, mint orvosként ebbe a webkonferenciába betettél. Pont ez hiányzott az előző merről szóló előadásból, és ezért döntöttem úgy, hogy mindenképpen kellene egy másik összefoglaló.